14. fejezet A patkó legenda keletkezése és szétfoszlása Biztos pedig valóságosan Velkovics Rozália volt, és nincs benne semmi ördöngőség, hogy ő volt, hiszen tudjuk, hogy Velkovics György uram és családja minden évben somjón tölt néhány napot. Trencsénben más a bonton, mint egyebüt. A trencséni hágy life nem megy a tátrába vagy a svájcba, mint a laposabb lakóhelyek úri népe nyaranként, nem veszi pénzen a telet, van az neki elég. Olaszországba se utazik ősz felé a meleg fölkeresésének okából. A trencséri ember belülről szedegeti be a meleget Borovicska képében, hanem ha valami nagy flancot akar mutatni, szüretekre jár. Nem a bor miatt, hiszen a bort trencsénbe is elhozzák, palackokban, hordókban, inkább a szőlőkben lezajló élmények miatt. Trencsénben ez a becses, ez imponál. Híre fut az egész környéken. Velkovicsék születre mentek. Száz irigy sóhaj röppen el. Á, boldog emberek! Csertje, panom! Ördög bajuk az uraknak. Hát ez bizony olyan fenhéjázó, rangos dolog, mintha azt mondanák más közönséges vidéken, hogy Velkovicsék tengeri fürdőre utaztak. Van bezzeg be találgatás, hogy hová, miféle születre mentek, hát Velkovicsék somjóra. Ho-ho, somjóra! Nagy szó. A somjó semmivel se hitványabb hely a születek közt, mint a tengeri fürdőzésben, truváj vagy osztand. Ja, aki teheti, könnyűvel kovicséknak, az ördög azoknak a pénzt. Így beszélnek rendcsémben, és hétmérföldnyire körös körül a pánok és a panicskák, kik még sohasem láttak természetben venyigét és szőlőkarót. Velkovicsék véletlenül érkeztek meg ma, csak holnapra várták őket. A véletlenség onnan eredt, mert az ötödik testvér Kolbrun Matild férjezett Mardon János né, aki egy napot kellett volna tölteniük útközben, egész háznépestől valami temetésre ment szombathelyre. Hát ez is csak nekünk szerencse, örvendezett a házigazda, amint a sok csókolódzásnak, ölelgetésnek vége szakadt. Ebédeltetek-e már? Hogy ne pápán a griffnél? Nem igaz, Erősködött Krisztina asszony, és el sem hitte addig gyanúsan fürkészve őket, míg meg nem esküdtek sorba. Akkor aztán megindult a millió és millió kérdés, csodálkozó felkiáltás leginkább rózát illetőleg. Istenem, hogy megnőtt ez a gyermek, de milyen szép! Mit csinálsz a hajaddal, lelkecském, hogy olyan fényes, mint az acél? Derült, meleg és hangulatos látvány volt, amint ott ültek hosszú évek múltán megint együtt a szőlőbeli villa mestergerendás, fehérremeszelt falu nagy a stát Frankfurt ebédlőjének egykori pajkos törzs vendégei. Csak az öreg kék festő hiányzott, de ahelyett ott volt az új hajtás, a szép rozáli. Hely sok víz folyt le azóta a vágon. Az idő sokat elszedett tőlük, csak az emlékeiket hagyta meg. A megindult beszélgetés föl, föl, kavart egyet. emlékszel -e még, mikor a bolond grófodat kísérted? Az ám vajon mi lett aztán belőle? Hát azt tudod-e még, mikor a pesgőt ittük valahol az ugligetben a zálogba csapott óra árából? Még most is érzem otthon a rekedjésen az öreg órát. Sorra került azután a trencséni élet is. Ott van-e még a régi cimboránk, Strom, tudakoltam Miska. Csinos déli ember még most is, jegyezte meg Velkovicsné. Persze, mert neked minden uniformis imponál, pirított rá Velkovics. Célzás akar ez lenni? Évelődött Tóth uram a Azért mondja Gyuri, mentegetőzött Velkovicsné, mert ered csak ki egy kicsit rozália, kérlek. De néni, hol van Mari? Künsétál valahol a szobalányjal, felelte Tótni. Bizonyosan nem vett benneteket észre, mert különben itt volna már. Ered ki, a keresd meg. Azonnal mama csak a kalapomat teszem föl. Róza sejtvén, hogy róla lesz szó eltávozott, mire elbeszélte Velkovisné, hogy a gyuri csípős mondása voltaképpen éppen arra vonatkozik, mert a Rózának egy tavalyi udvarlóját, egy hadnagyot, különös pártfogásba vette, akinek aztán szegénynek kvietálnia kellett valami kényes ügy miatt. Közönséges szélhámos volt, pattogott Velkovics, kompromittált a lányunkat. Lehet, hogy az volt, de előkelő családból származott. Mit nevezeste előkelő családnak Zsuzsánnak? Olyat, aki nem maga járt, aki a nemességét. Jó nyelved van, Zsuzsánna, mondhatom, jó nyelved van, mondja Velkovics úr megsértődve, deres haját markával felborzolva, ami a közeledő vihar előjele szokott nála lenni. Sietett is tótni átvinni a beszédet egyébre. Az idén is rájecent töltöttétek a nyarat. Sehol se voltunk, felelte Velkovics mogorván. Jele, hogy semmi bajotok nincs, szólt közbe Tóth Sógor. Ugyan hadd el, kérlek, éppen azért nem mentünk sehová, mert mind a ketten betegek vagyunk, és nem tudtunk a helyre nézve megegyezni. Zsuzsánna vérszegény, neki déli fenyvest ajánlottak a doktorok, nekem meg vértolulásaim vannak, engem Marienbadba küldtek. De mintha Zsuzsi engem félt, én meg Zsuzsit féltem, hát nem mertük egymást ellenőrzés nélkül hagyni, és inkább otthon maradtunk. Ezen aztán úgy kacagott rencsén érdemes polgármestere, mint a zuhatag, mert az volt a szokása, hogy ha a mérgét nem sikerült valami vastag gorombaságba kilöknie, hát a humor édes mézében csöppentette el. Egyéb iránt tette hozzá, ebből is láthatott sógor a te amerikánus egyenlőségi tanaidnak a tarthatatlanságát, mert még a vér sincs egyenlően és arányosan felosztva az emberi testekben, de ezzel ellen még legalább védekezhetik az ember, ahogy lehet. No, és hogy védekezik? Kérdé Tótni. Ami engem illet, köpölyöztetem magam, a vágói helyi vörös boromat pedig, amelyet magamnak rendeltem, itatom azóta zsuzsikával. Van is, nincs is már a hordó alján. Eregte Lucifer, fölmet rá Zsuzsánna asszony, kinek fagyás folytán átkozott vörös orra volt, mint egy cáfolatául annak, hogy vérszegény. Képes vagy rá megfontolatlan szavaiddal, hogy először a katonatisztekkel hoznál hírbe, most meg már a részegeskedés gyanújába keversz. Még ilyen félig kedélyes, félig csipkelődő beszélgetés folyt bent, addig a szép róza bejárta a szőlőt. Marit keresve mindenfelé, természetesen sehol sem találta, még a bugri apó se tudott róla semmit sem. Nem láttam a kisasszonykát reggel óta. Bugri apó éppen a kunyhójába tartott, hogy a tapló készletéből vegyen magához. Nem is voltam különben otthon, magyarázta, mert szedőket jártam fogadni a városban. Mikor kezdjük a születet? Csak holnap után, lesz-e sok bor? Apró a szem az idén, kisasszonykám. Az Isten megadta bőven, hanem az idő nem jól dajkálta meg. Az apó eltűnt a kunyhó ajtaján ezek után, de a megnyíló ajtónál kiosönt a kunyhóból a dog, Mr. Bligi. A kiállott fogság után megrázta magát, miközben csak úgy pattogott a bőre a hamuszint szőréből, egész porfelhő támadt. Á, ah, a bligi, hopsz a bligi, gyere ide, kutyuskám, örvendezett Rozália, piros száját összecsücsorítván fütyülésre, bár az neki sehogy se sikerült. Mr. Bligi mégis oda jött, és megismervén tavajról a farkát csóválta. Róza lehajolt hozzá, megveregette a bordáit kis kezével, ami annak nyilván jól esett, mert egyre jobban megnyúlt és alákuporodott nagyokos szemeivel, hálásan pislogva rá. Hát megismertél, mister. Szép tőled, aranyosom. Nos, hol az úrnőd? Nem lehet nagyon messze. Vezes hozzá. Blégi mintha értene, megindult a barázdán, amelyen Mariment volt délután, és mindenütt szaglászva, szimatolva, kivezette a vendég kisasszönt az útra. Megmegállt koronkint, és hátra nézett. Jó van, jól csak eredj előre. ne fényo. No. megyek utánad, mert te bizonyosan tudod, hol van. Ment, ment az ebb egész biztonsággal, és Róza utána mindenütt noha már csodálkozni kezdett, hogy hová mehetett Mari ilyen messzire, és nem minden szepegés nélkül gondolta, hogy tán könnyelműség volt őtőle is így elkalandozni ismeretlen helyen, de már könnyebbnek látszott a cél elérése a kutyával, mint a visszatérés a kutya nélkül. Tehát ment ő is, és egyszer csak ott találta magát a vígadósokaság között a findura szőlőjében. Bligi csodálatos tájékozottsággal vagy ösztönnel rögtön keresztül fúrta magát a lányok csoportján, réseket nyitott magának a kikeményített, különböző színű, szerves összefüggésbe hozott szoknyás között. Egyszer csak mit csinált örvendező pajkosságában? felugrott az első két lábával a semmit nem gyanító Tózmarira, s kiöltött veres nyelvével megnyalt a kezét. Bligi, te cudar! Kiáltott fel élénken. Hogy jössz te ide? Jaj, hogy rám de még ennél is nagyobb volt meglepetése és ijedelme, amint egyszerre valaki se szó, se beszéd átfogta a nyakát, és egy csókot cuppantott az arcára, jobbról, balról. Szent Isten, Róza, te vagy az? Tóth Mari pici kedves fejecskéje még el volt bódulva a mulatság emlékeitől, minden érzéke izgalmas és zavaros állapotban volt. Csillogó két szeme egy képet látott, egy alakot, akit várt, és íme megjelenik helyette Velkovics Róza halotti sápadság borítá a vékony arcoskáját, s úgy reszketett, mint a nyárfa levél. Istenem, milelt, olyan fehér vagy, mint a kréta. Kiáltá ilyetten Rozália. Semmi, ó, semmi, mondá bágyattan és mosolygott. Mi történt veled, édesem, és mit jelent rajta ez az utálatos ruha? Mari, mint egy ösztönszerűleg védekezésül odatapasztotta remegő kis tenyerét barátnéja szájára. Egy szót se erről, még egy szót se, rózácska, még apródonként mindent megmagyarázok, mert látod, ez szörnyű titok. Sajátságos jelenet volt. Róza érezte, hogy rosszkor jött, Mari pedig éppen nem tudta elpalástolni ijedelmét. A viszontlátás öröme helyett bizonyos hűvös áram suhant el. Egy darabig némán néztek szembe, Mari olyanféle mozdulatot tett, mintha el akarna bújni előle, majd látható lehangoltsággal kérdé, hogy jössz te ide? A kutya vezetett. Mari, mint egy ösztönszerű legegyet rúgott Bligin a picin lábocskájával, mely szinte a bokájáig kilátszott a szabott szoknyából. Erre vetette fel a fejét haragosan kevélyen Rozália, és ismert rá a közeledő Noszti. Úgy látszik, alkalmatlan vagyok. Ó, dehogy! Ellenkezett Mari, de csak úgy a híréért. Megvalva az igazat, helyzetem egy kicsit kényes e pillanatban, mert mindjárt kezdődik a négyes, és a táncosom jönni talál. Mit? A táncosod? Csodálkozott a róza, kerekre nyitott szemekkel. Hát mi van itt? Ez a pápai iparosok születi mulatsága. És te itt táncolsz? Itt, szólt bátortalanul. Ebben a ruhában? Ebben. Ezekkel az emberekkel? Ezekkel. Felelte szilárdan, de némileg idegesen. És azért nagy szívességet tennél nekem, rózácska, ha most magamra hagynál szívem, mert mondom, hogy mindjárt jön a táncosom. Hát megeszem én a táncosodat, fakad ki Róza méltatlankodva. Mari-Mari, félek, hogy te most nem jársz igaz úton. Persze, nem járok, hadarta szaggatottan, hiszen látod, hogy áruhában vagyok, szobalány szerepben. Ruhát cseréltünk Lárival. A te most a barátnét játszod, itt könnyen észreveszik turpisságomat, kivált táncosom, és nagy kellemetlenségbe kerülhetek. Eredj kérlek, keresd meg valahol Klárit, az majd megmagyarázza a többit, a négyes után hozzátok megyek, és indulunk haza. Nagyon szíves vagy, mondá csípősen róza. A szobalányt nem volt nehéz megtalálni, kirít, úrja öltözékében az ékében a hátul bámészkodó sokaságból, mint mákszál a zaptáblában. Mint egy tíz ölnyire a tánchelytől egy kordé volt észrevehető, melyen egy fölpántlikázott szamár egy hordó sört hozott ki egy óra előtt. A szamarat kifogták legelni, a kordét pedig felfordították pajkos suhancok, azon állt Klári többen magával, onnal pompásan lehetett látni mindent. De bármi szembetűnő volt, és Klára a párizsi kalapban, mégis ő ismerte felelőbb Velkovics kisasszonyt, és megrémülve, hogy minden fel van fedezve, hogy talán itt van az egész család, és rögtön most letelik az esztendő, leugrott a kordéról, hozzászaladt kezet csókolni. Miféle komédia ez, Klára? Förmet rá. Mit csináltok ti itt ketten? Mire a szobalán töredelmesen bevallotta, hogy kénytelen volt Mari kisasszonynak engedni. Ő csak szegény cseléd, aki két malom közé került. Eleget akarta lebeszélni, úgymond a kisasszony, de az sokkal önfejűbb, mint sem ráhallgasson. Mindenáron a fejébe vette, hogy erre a mulatságra, ahol nincsenek ismerősei, ruhát vált vele, és beáll a sorba a lányok közé, hogy vajon viszik-e táncba a legények saját magáért. Mindezt roppant hosszadalmasan szakadozva, bűnbánó hangon adta elő, jelezvén kisúrnőjének azt a reges hogy ő rút, akit csak a hozományáért szeretnének oltárhoz vinni, miközben Róza egy pár szor közbeszólt. Mari egyszerűen bolond, hisz Mari szép. Egyszer meg éppen azt csúszott ki a száját, bár csak én volnék olyan, mint Mari. Itt természetesen azt kívánta volna az illedelem, hogy Klára ellent mondjon, de Klára talán oda se figyelt. Ráhagyta, amit nyilván rosszul esett Rózának, felhúzta orocskáját, és ridegen, majdnem ellenségesen tekintett rá, amit azonban Klára nem vett észre, mert a saját ártatlansága és a tót családhoz való ragaszkodása festésénél könnyekben tört ki, melyek lepergőben bizonyos festéket érintettek, mint ahogy a hegyről lecsurgó erek lemossák a talaj felületét. Klára leányasszony tehát ahelyett, hogy mindent látó éles szemeivel a róza figyelje, a magáit törülgette, még pedig nem találván a kötényt a ruháján, paraszti módra a könyökével. Mit csinálsz te? Feddette Róza megbotránkozva, hát a kisasszonyod ruha ujjába kell törülközni. Haragja azonban a kámfornál is könnyebben párolgott el, sőt, miután látta, hogy nagyon meg van ijedve, megszánta. No, hát ami megtörtént, az megtörtént, és ha már így van, ne szóljunk róla senkinek. Hiszen voltaképpen nem is olyan rossz ötlet, csak a nénike ne tudja meg. Talán én magam is megcselekedtem volna hasonló esetben. Hagyd abba ezt a pityergés, most már, hanem mit is akartam csak mondani, hol cseréltétek ki a ruhát? A szőlőbeli kunyhóban. Hmm. Hát a bácsiék este felé, amint szokták, kün lesznek a szélőben, is lehetetlen lesz visszacserélni. Erre nem is gondoltunk, hüledezett a szobalány. No, látjátok, diadalmasan Róza. Ugye mégis jó, hogy eljöttem, és figyelmeztetlek ebb félékre. Ej, tette hozzá napernyője nyelével, rejtélyes betűket írva a porhanyó agyagba. Hárman közösen talán csak ki tudunk gondolni valami okosat. Csodálatos vonzó ereje van a tilosnak az ifjú vérre. Íme már segítette őket abban, amit előbb gáncsolt. Miután az ő eszében villant meg a könnyelműen keresztül vitt kaland egyik még hátralévő részletének, a ruha visszacserélésnek aggasztó volta, ezzel a vakmerő csíny, mint az övé is lett. Sőt, most már a részletek és eredmények is érdekelni kezdik. Egyetlen beleejtett csöpp az ő találékonyságából festik, ami előbb fekete volt. Egy kis hiúság az egész, hogy ő neki jutott eszébe, hol és mikor öltöznek át, ha az öregek künt találnak lenni a szőlőben. A hiúság viccándozása folytán a női lélek rengetegének többi dúvadjai is megjelennek leshelyeikből, legelől a kíváncsiság. Úgy látszik nem akarta Mari, hogy lássam a táncosát fűzte a gondolatait Róza. Talán valami idomtalan tökfilkó is restelli, hogy ott legyek, pedig mégis ott leszek, odaállok észrevétlenül a hátam mögé, úgy teszek, mintha nem is ismerném. Várjon még itt, Klárika fiam, mondá hangosan, és tartsa addig a kalapomat. Hajadon fővel könnyebben sikerült helyet szorítani a Mari közelében, kalappal feltűnő lett volna a Csendesen kuksolt a két hórihorgas balánci nővér közé beleékelve, kik a leglármásabbak voltak a csoportban, úgyhogy Trik Márton uram a szűcs, aki valahol Olaszországban katonáskodott, azt a csípős megjegyzést tette rájuk. Megfordított világ ez, komámasszony! Kender István néval beszélgetett. Mikor én Venéciában feküdtem, láttam, hogy ott a macska nyakára hatósági parancsból csengettyűt kötnek, hogy a Szent Márkus téren lévő galambok észrevegyék a macskák közeledését, és menekülhessenek. Itten pedig úgy látom, hogy a galambok kötnek a nyakukra csengettyűt. Már tudnilik ezek a balánci lányok, hogy figyelmeztessék a macskákat. Itt vagyunk, tessék belénk harapni. Kende jó jóízűen nevetett, de hiszen macska legyen az komám, akinek ezekbe bele nem törik a foga, gonosz falatok ezek. E gonosz falatok között állt Róza, és türelmetlenül várta a négyes megkezdését, vagyis inkább a mari táncosát. Vajon milyen lehet? Miről fognak beszélgetni? Pokoli mulatság lesz ezt hallani. A négyes azonban nehezen szülem lett, csak igen kevés pár állt ki a porondra, de már ezek is nagyban lekötötték a róza kisasszony érdeklődését, a sületlen ötletek, a különböző felkiáltások, kurjongatások mind új és eredeti volt előtte. Hát még az urak és hölgyek viselkedése. A sikongató lányok, kiket gavallégyaik pajzánul megcsipkedtek, a ruhán keresztül, de néha kényes helyeken is halálra mulattatták. Ez a csintalan nyúlkálás úgy látszik hozzátartozik a külső udvarjassághoz, amelyik mesterleg egy oda nem kapkod a párjához, az vagy máli ember, vagy neveletlen, vagy közömbös, aki kimutatja, hogy a portéka nem bír rá ingerrel. A lányok sivalkodnak, ugyan teszik magukat, hogy haragusznak, és gyakran hallani a fölháborodott szemérem felkiáltását. A nehézség jöjjön a kezére! De amellett alapjában kitüntetésnek veszik az ilyesfajta merényleteket, és akin ilyenek nem estek napközben, az rosszul mulatott. Hogy a négyes még mindig össze nem állt, restelte a rendezőség, kétségbeesve futkosott, igazított, tanakodott a főrendező, brozsik égtelen káromkodásokkal terelte össze azokat, akik az előbb ajánlkoztak, és most szégyen szemre cserben akarják hagyni. Elfutván a lányok sorra előtt rászólt Marira. Hát a maga táncosa hova lett? Nem tudom. Felelte Mari egyszerűen. Nehéz feladat volt kiszorítani még néhány párt, hogy valami formája legyen, mert inkább semmi, mint valamely nevetséges kísérlet. Egyenként kiabálták a neveket a listáról, melyre Brozsik feljegyezte az ajánlkozókat. Lassan-lassan előkullognak, végre már nem hiányzott más, csak a maripárja. Hogy hívják a táncosát? Kérdezte tőle a bömbölőt hangú kolotnoki. Nem tudom, az mégis furcsa, úgy látszik megszökött, vagy talán maga is, asszony, tette hozzá vidám röhelyjel. Keresni kezdték. Vadász úr, vadász úr! Kiáltozván a hegyi vészhang ismételte, hasztalan, a vadász nem volt sehol. Pedig a puskája vadász tarisznyája ott lóg a fán. Ki tud felőle? Egy lélek sem tudott. Egy, ez mégis különös. Egy ember mégsem gömböstű, hogy nyom nélkül tudjon elveszni. A négyest most már meg kellett kezdeni. Mari tehát kimaradt, de ahelyett majd minden figyelem ráirányult. Mamák és lányok gúnyos pillantásokkal szurkálták. Ez az, kinek a táncosa megszökött, pedig nem is rút. A férfiak figyelmese ugrott át, hogy elszomorodott, mondták, pedig csinos egy jószág. Érezvén, hogy célpontja a nyilaknak szeretett volna itt nem lenni, elmenekülni kábító lehangoltságával, melyről számot se tudott volna adni az első percben, ám bár érthetni, hogy bosszantó az ilyesmi. De kevély lelkének datossága minden egyéb bizonytalan érzéseit elhomályosította, és csak azért is veszteg maradt, hogy közönt mutathasson. A négyes ezúttal minden látványossága és előkelősége dacára nem bírta lekötni a sokaságot, annyira uralta a vadász eltűnése. Az a körülmény, hogy puskája, tarisznája ott maradt, valami rejtélyes szint kölcsönzött az egésznek. Sokaknak, akik a színházakba járnak, eszébe jutott a bűvös vadász regéje, csak a fránya kolotnoki csattantott el egy ostoba élcet, a különböző találgatásoknak közepette, olyan hangosan, hogy Mari is meghallotta. Nini ott a vadász, fölvette a valódi alakját, és a fölpántlikázott szürke szamára mutatott, mely csöndes filozófiával legelészett a garát szélén. Mari öntudatlanul ökölbe szorította kis kezét, de sokért nem adná most, ha a vadász itt teremne és meghallaná, majd adna az neki. Néhányan mosolyogtak a kolotnoki tréfáján, de a nagy többség váltig feszegette a rejtényítját, míg szerencsésen rábukkant. Persze, na persze, de hogy is lehetett csak egy pillanatig mást gondolni, mikor olyan világos, mint a nap, és annyira közelfekvő, mint a sótartóhoz, a paprika tartó. Úgy van, úgy, patkó volt a híres haramja, Isten úgy segélyen csak ő lehetett. Ide jött egy-két vígórát csapni, egy-két szép fejét cselédnek a fejét elcsavarni, amint hogy ki is nézte a pokol pozdorjája a legszebbet. Most már ezzel az eseménnyel előlépett Maria legszebbnek. Itt azonban nyilván olyan valakit pillantott meg időközben, akitől megijedt, hogy felismeri, úgy vesd el magad Elinal, talisznya puska nélkül, mert bizonyosan sürgős volt neki. Ez volt a legszínesebb magyarázat, tehát ezt hitték el. Villámként terjedt el a hír, hogy patkó volt a híres betyár, kiről azt sírja a nóta, láttál-e már egy lovon hét patkót? Érdekes, hogy a hét patkóból most csak az egyik jelent meg. Mert se a lovát nem hozta el a négy patkóval, se az ezistre patkolt csizmáját, topánkát viselt, mint az urak. Már csak a fölött sopánkodtak kivált az asszonyok, hogy nem nézték meg behatóbb a hely, pedig ugyancsak megnézni való legény volt. Hanem hát ki gondolta volna azt akkor? A vargák és a mészárosok, kikben van egy kis fogd meg természet, a fejüket vakarták. Ejnye, ejnye! mert a hét patkóból éppen az az egy a legértékesebb, amelyik itt volt a hetedik, az aranyból való, lévén 200 arany kitűzve rá. Kutya teremtette, bejómulatságot lehetett volna ezen csapni, és ki is számították legottan, mennyit tenne az ki szivarban, borban, míg a szelidebb lelkű szabók és mézes kalácsosok nem bíbelődtek ilyen különben is már elszalasztott ábrándokkal, hanem a tényleg létező puskára és tarisznyára nézve igyekeztek olyas forma határozatot érlelni meg, hogy szolgáltassák át a rendőrségnek, melynek szimat hiánya és élhetetlensége ez alkalommal sok oldalról és igen behatóan tárgyaltatott, úgy, hogy a tekintetes főispán úrnak, ki ilyen időtájban rendszerint fráter Szerecsen János plébános úrnál tarokkozni, ugyancsak módja volt sokat csuklani. Így tartott ez sokáig, késő estig, míg végre megérkezett a griff vendéglő háziszolgája, a púpos Fili, és egy kis cédulát hozott a numero hármastól, név szerint fitos Jánostól, Brozsik uramnak, hogy miután egy elhalaszthatatlan dolga miatt puskája és tarisznyája nélkül jött be a városba, és már nem mehet vissza, amint tervezte, Szíveskedjék vagy elküldeni, vagy hazahozni a holmiát, mire az egész legenda összeomlott mély sajnálatára a rendezőségnek, mely szerette volna fölcicomázni vele a születjét. Tóth Mariról azonban még jókor gondoskodtak, mikor a legenda még épp volt és teljes erejében virágzott, maga répásiné asszonyom adta be azt neki kávéskanállal, úgyhogy volt benne sajnálkozás és becsmérlés is, de hisz az orvosság is úgy megy a keserű valami édesben, együttvéve mégis émelygős, de legalább ő maga is megnyalt a végén a kanalat. Tudja -e leányasszony, hogy ki volt az a drágalátos gavallér, mert olyan ártatlan pofával állt itt, mintha nem tudná. Hát az bizony a rettenetes patkó volt, a rablógyilkos, akit kilenc vármegye parndúrja fogdos, hiába merezti a nagy szemeit, olyan az, mint a szentírás, hogy ő volt. Többen felismerték. Karatján Mihály az órás pedig megesküszik rá, mert képes újságot járat, és látta abban a mappát az ábrázatáról. Maga ugyan nagy szerencsét csinált, szép maringot kötött a pártájához, mondhatom. Hiába áldozik most, akkor kellett volna nem vigyorogni a szemek közé. Láttam én, amit láttam. Ó, Istenem, Istenem, és az az én félkegyelmű uram szedte fel. Hiszen én is hibás vagyok, hogy jobban nem tartom pórázon, de még jó, hogy le nem ütötte valahol azokon a néptelen utakon, mikor együtt jöttek. A kezeit tördelte. Csak egy hajszál híja szentségeség, hogy most én nem vagyok ez vagy asszony ezen aztán elkezdett keservesen sírni, hogy szinte a muzsikát is túlharsogta, míg tótmari testét lassú reszketegség fogta el, szemei kitágultak és elhomályosodtak a rémülettől, nemesen évezett homlokáról hideg sajtolt ki a borzongás, minden vér elhagyta arcát, és semmi egyebet nem látott, nem érzett eleinte, csak azt, hogy a szülőföld szalad velük, a táncoló párok egyetlen gyurmává olvadnak össze, a diófák megfordulnak a koronáikkal, aztán ki tudja, meddig nem érzett semmit, nem tudott semmiről, csak azt látta, mikor a szemeit felnyitotta, hogy Rozália tartja a karjai közt, és Klári friss vizet locsant az arcába. Hol vagyok? nyögte halkan, leheletszerűen és feje bágyattan esett a róza vállaira vissza. Mari halálosan sápadt lassanként kezdett visszatérni az életszín, szemeit újólag fölnyitván megpillantál Rózát és Klárit. Mi történt velem? Hát elájultál egy kicsit, az a csúnya asszony megijesztett. A Istenem, mennyire szégyenlem! Na ugyan! Vigasztalta Róza, szóra sem érdemes, mással is megtörténik. Katona dolog az. Ezen a mondáson még Mari szenvedő arc nem csoda, hogy az érzéseknek ebben az összeütközésében idegei fölmondták a szolgálatot, feje elszédült és elvesztette eszméletét. Csak az elmúlt este olvasott el egy angol novellát, amelynek fantasztikus meséje még ott kavargott kisé a fejecskéjében, bár a mai élmények miatt csak valahol alul a szép Dolly bereszeret egy csinos fiatal emberbe, akiről nem tudja, nem is kérdezi, mi a foglalkozása. Hozzám egy boldogan élnek London egyik külvárosában, míg a menyecske férje ellenzése dacára fejében nem vesz, hogy egyszer végignézi egy akasztást, ahol kisül, hogy az ő férje a hóhér, mire a szegény kedves kis Dolly összerod az iszonyattól és szörnyet hal. A kegyetlen szerző szerint. Mari abban a percben, ön répásini rásújtott a borzattó fölfedezéssel, a benyomások összekevertetvén az éjjeli olvasmány hatása alatt és a két eset némi hasonlatossága miatt egyenesen Dollinak képzelte magát, most mikor felocsudott szinte csodálkozni látszott, hogy ő még életben van, holott a kis Dolly szörnyet halt. Amint annyira helyre jött, hogy elindulhattak, Róza a kezénél fogta. Menjünk már most haza, kedveském, és vegyük az egészet úgy, hogy egy bohókás álom volt. Szó nélkül hagyta magát elvezetni a sok összerőfent asszony közül, kik mindenáron szerettek volna megtudni róla egyetmást, de se Róza, se Klári nem adott nekik semmi felvilágosítást. És ez megint igazi szerencse volt a szüretelő társaságra, mert megint maradt egy kis csemege, egy második titok, mely az asszonyi koponyákban motoszkálni fog. Róza óvakodott előhozni az esetet, ellenkezőleg mindenféle mulatságos történeteket mondott el útközben, hogy Marit szórakoztassa és gondolatait széthesegesse másfelé. Marit azonban egy csöppet se érdekelték a Róza elbeszélései, talán oda se figyelt, s kis kezét, melyet a magáéban tartott, még mindig reszketni érezte Róza. Mind a mellett nem akart tágítani, hogy szétbeszélje, összehordott hetet havat vígapróságokat a macskájukról, mely, mint kísértett, szerepeltett darabig a papa híres szórakozottságáról mesélt el egy új adatot. No, ez okvetlenül meg fogja nevettetni. Elmondta, hogy ebéden voltak a múlt tavaszon a Trencséni pénzügyigazgatónál, ő és a papája, a mama szegény betegen feküdt akkoriban, amit hiszen neked is megéltünk aranyosan. Nos, tehát ebéden voltak a pénzügyigazgatónál az atyus, tudnélik, Velkovics úr, abban a képzeletben, hogy otthon van, egyszer csak megszólal a levesnél, bosszusan a lecsapán a kanalat. No, ez bizony rossz leves, de bocsánatot kérek, mert a feleségem már egy hete fekszik. Lett erre nagy nevetés, a pénzügyi gazgatónő elvörösödött szégyenletében, de a papa is, mikor rájött, hogy nem ő a házi gazda. Mari bizony ezen sem mosolyodott el, némán ment velük, mint egy árnyék. De mindegy, ha nem nevet is, vidám dolgokkal kell tartani, azért a napfény mégis szárítja a sarat, habár bár nem látszanék is mindjárt a szikkadás. A király kőnél valami lila virágot pillantott meg Róza a domtetőn, s felküldte a szobalányt, szakítsa le. Alig, hogy egyedül maradtak, Mari mohon kérdé. Ő is hallotta? A szobalányra mutatott. Ő is. Felelte Rózat. Sóhajtott és többé egy szót sem ejtett, még csak a csalitoshoz nem értek, amely egykor állítólag a Korvin János parkja volt. A mulatókastély rég eltűnt, de a díszcserjékből és fákból sok megmaradt, egy-egy elvadult rózsatő még most is hozza a virágait, messzire eltévet méhek vendégfogadója kosztat és kvártét nyújtván a rózsák szírmait. Bújatok be ide a sűrűbe ruhát cserélni, indítványozta Róza, aki elemében volt, hogy a kellemetlen helyzetben vezető szerephez jutott. Ez alkalmatos hely rá, senki sem lát. Én majd őrt állok az úton, és figyelmeztetlek, ha közelednék valaki. Éppen jó szerencse volt, mert alig, hogy visszakerültek most már kiki a maga ruhájában, és alig mentek néhány lépés, midőn szembe az öregek, a Velkovics pár és Tóth Mihály uram. No, ugyan messzire elmentetek, fedette őket Tóth Mihály. Az egész hegyet tűvét tettük, értetek. Szép az idő, felelte Róza. Hát lesétáltunk a völgybe. Marit még nem látták Velkovicsék, nekiestek, összecsókolgatták. De milyen halovány ez a lány, jegyzé meg Velkovicsné. Az igaz, nagyon sápat vagy, Mari, Riad fel Tóth Mihály. Mi történt veled? Nagyon megijesztette egy izé, itt egy kicsit megakadt a róza, de csak hamar hozzátette. Egy veszett kutya, No, az bizony megijesztette Tóth Mihály uramat is, de nagyon. Ne beszélj, sziszent fel, mint aki tüskébe ugrik, csak nem harapott meg valamelyiteket. Ó, dehogy, bácsi, sietett Róza megfelelni. Csak az a tudat ijesztette meg Marit, hogy veszett. Miről tudtátok, hogy veszett? Faggatta őket Tóth Mihály. Csak úgy gondoltuk, mert ismeretlen volt. Bohók vagytok, nevetett az öreg úr. Nem minden ismeretlen kutya van megveszve, de most már forduljunk meg hazafelé, mert az asszony vár az uzsonnával. Ideje is volt, az elhagyatló nap utolsó sugarai villámlottak a szőlleveleken, és otthon tótné nagyasszony már egy jó fél órája zsémbel, hogy mind elpang a kávéhoz való tej a tűzhelyen. 15. fejezet Mikor a leányok a gyertyát eloltják Ennyi mindenféle mellékeseményt fiadzott a pápai iparos ifjúság híres somjói szürete, mely egy nappal előbb zajlott le az általános születnél. Tótéknál természetesen egyetlen szó sem esett róla, a fiatalok hallgattak a kalandjokról, de különben is volt ott most elég anyaga beszélgetésre. Bugri apu azonban estére mégis meghozta a hírt, a csőszök mind jól informált emberek, hogy az istentelen patkó hír szerint itt járt ma a hegyen, s a findura szőlőjében táncoló pápai asszonyok és lányok füleiből mind kiszedte az aranyfülbevalókat, lehetett vagy fél a egy rakáson, aztán odábbált. A nagyasszony a konyhában szedte fel ezt az újságot, a halára rémült képpel jött be jelenteni a vacsoránál ülő társaságnak. A két lány jelentősen nézett össze, de szerencsére senki sem vette őket észre, mert a Velkovicsné sikoltása foglalta el a fő figyelmet, melynek kapcsán kijelentette, hogy ő egy világért se marad akkori tészakára, fogasson be a sógor és vitesse pápára a fogadóba, ahol a rendőrség van. Ezt a nézetet Velkovics polgármester úr is osztotta, mert ő ugyan nem fél az ördögtől sem, de nem szereti az éjjeli jeleneteket, ha álmában háborgatják. Márpedig, ha Patkó itt tartózkodik a hegyen, akkor okvetlenül ellátogat ide lévén a Tóth Mihály nábobi híre nagy csalétek. Nem volna egy csöpp épesze, nagyon lenézné, fejezte ki magát, ha ide el nem látogatnak. Némi bátorság csak Rózánál nyilvánult. Ugyan ne nyugtalankodjék, papa, hiszen elég sokan vagyunk, hogy egy ember ne tudjon velünk elbánni. Itt van a bácsi, a kocsis, a vincellérje, és végre itt vannak a puskák. Neki pedig nincs is puskája. Hát én nem vagyok itt, sértődött meg az apai méltóság Velkovicsban. Hát én kutya vagyok, engem nem is említesz, mi? Szemre hányólag tekintett a kezeit töldelő Velkovics A saját gyermekem és nem is említ. Mit várjon az ember a világtól, Zsuzsánna? Bocsásom meg, apuska, de úgy vettem a dolgot, hogy magát aludni hagyjuk. Úgy? Hm, jó. De honnan veszed, hogy Patkó egyedül van? Miért ne lehetne itt az egész bandája? És hogy puskája sincs Patkónak? Mert tudom. Azaz, csak gondolom. Javította ki magát Róza. Ó, te macska, hogy képzeled te patkót bizonyosan, parazollal, puska helyett? No, persze. A szegény Mari ez alatt remegve széken, és úgy dobogott a szíve, mint a kismadári, ha a héja szárny hallja. Velkovicsékat a riasztó híre ugyancsak nem lehetett volna ott tartani éjjelre, ha a tornyosuló felhők miatt be nem áll a szurok sötétség, úgyhogy még talán a bagó is látott az este, és azon felül a házigazda is igyekezett őket más véleményre téríteni. Először is pápára menni, nagy megszeppenésre mutatna. Pedig mit szólna ahhoz a világ, hogy a trencséni polgármester megijedt? Hát kiáll már, helyt ha egy ilyen előkelő hatósági közeg is elbújik. Hmm, ebben van valami igaz, dünnyögte Velkovics György. Másodszor hibás dolog azt hinni, hogy pápán rendőrség van, vagy hogyha van, ott legyen, ahol veszedelemben forognak. Harmadszor úgy áll a dolog, hogyha patkó csak ugyanitt van a hegyen, és ma hozzánk akar betörni, akkor bizonyosan szemmel tartja a házat, következésképp mindent meg tud, azt is észreveszi, hogy a városba szöktök előle, sőt, azt fogja gondolni, ami féltet kincseinket is magatokkal viszitek, minél fogva útközben fog megtámadni és kifosztani. Már pedig itthon a falak közt mégis könnyebb a védekezés, mint a nyílt úton, ahol bokorból, csalitból egy-kettőre lepuffantanak benneteket, ezért hát szó sincs róla, hogy eleresszelek hiszen csak úgy értem, lelkem sógor, vágott közbe Velkovics néasszony aggódó hangon, hogy nappalra mindig ide jönnénk, és csak az éjszakákat töltenők a városban. De Zsuzsánna, hát nem hallottad, hogy lepuffantanának az úton? Ellenben nézzük csak, folytatta Tóth Mihály, mi vár ránk itthon? Valószínű, hogy Patkó ránk se gondol, és ide nem jön annál kevésbé, mert azt hallja, hogy vendégek vannak, meg azért, mert tudja, hogy egy szőlőbeli nyaralóban nincsen értékes holmi, és hogy a jó módú ember se hord magával degesztárcát születre. De tegyük fel, hogy betör. Nos, hát itt hagyja a fog a fehérét. Az én jó lankeszteremmel magam elbánok három-négy emberrel. A kocsison huszár volt, bátor ember. Bugriapó, hűséges, mint egy vénkutya, és azon felül itt van a Bligi is. Majd akkor nézzétek meg Bligit, mit tud, ha a gazdáit bántják. És teringette, itt vagyok én is, verte a mellét Velkovics a sok bíztató szótól átmelegedve. Ha nem csak akkor költsetek fel, ha nagy a baj van, mert izé, mert nem szeretek ölni. Még sokáig tárgyalták ezt a témát. Krisztina asszony pompás puncsot készített, ami igen jól esett, mert megindulván kint az eső, a szoba levegője hűvös lett, és minél tovább hányták vetették a patkó ott létét, annál többet vesztett félelmetes voltából, utoljára már csak nevettek rajta, hanem azért Krisztina asszony mégis eltűnt egy fél órára, és gyertyával járván a pincében, Klárival, ott egy helyen elásták a használatban levő ezüstöt, Tóth Mihály pedig arra való tekintette, hogy Mari nagyon halovány, megnyugtatása véget elküldte Bugriapót a potornyai ég szőlőjébe, a negyedik szomszéd innen, hol villát építettek a köművesek, ezekből fölfogadott borsosáron hármat. És ellátván őket puskákkal, egész éjjel ott strázsáltak fegyveresen a ház körül, minél fogva úgy aludt Velkovics uram a kiállott utazás fáradalmaitól eltörődve és a beszedett italoktól elringatva, mint a tej, sőt, mindenki nyugodtan aludt, csak Marinem, aki egész éjjel ide-oda hánykolódott az ágyban. Róza vele hálván egy szobában többször hallotta sóhajtani, de úgy tett, mintha semmit se venne észre. Minden egyéb tekintetben nyugodalmas volt az éjszaka, melynek semmi története nincs, ha csak a Velkovics úr különös álmát nem vesszük, melyet bizonyos transzcendentális ködbe burkóva beszélt el a reggelinél. Ugyanis a szécsényi határban kóborolt álmában miskasógorával. Ürgét öntöttek a forgácsféle birtokon, mint annyiszor hajdant a fiúkorukban. A harmadik kalap víznél, mert kalapban hordták a vizet, amit úgymond éppenséggel föl nem foghat, mivel szalmak alapja volt, Ürge helyett Patkó a híres haramia ugrott ki átázottan a lyukból, és rákiáltván Velkovicsa pénzedet vagy életedet egyenesen ráemelte a pisztolyt, elcsattantotta a kakast, és most jön a már csodálatos, mert a pisztoly nem sült el. Persze nedves is lehetett a puskapor. Szóval a kakas nem teljesítette a pisztolybeli kakasok kötelességét, hanem az igazi eleven kakasokét elkukorélkolta magát. Velkovics fölébredte erre, polgármesteri becsületére állítja, így ébren, teljes öntudatnál is hallotta még a kísértetés kukorékolást, mintha a föld hangzanék. Voltak, akik csodálkoznának. Kipeckinél a szakácsnél, ki a teljes szilkét hozta, még keresztet is vetett magára, csak tótné kacagott fel jókedvűen. No, az bizony az én kakasom volt, amit két tyúkkal egy tegnap vettem egy somjó vásárhelyi asszonytól levesnek. A baromfi hiányában abban a szobába zártam a vénládába, ahol maga állt, és nagy örömömben, mikor délután megjöttek, elfelejtettem onnan kivenni. Az ebből származott derültséggel kezdődvén a nap, annak verőfényében oszladozni kezdett a tegnap esti ijegység. Különben is hangos lett már az egész hegy a szüretelők dalától, jókedvű kurjongatásaitól, és barátságosan nyájas az égenek szálló füstoszlopoktól, melyek a szőlőkben kigyúló tüzektől származtak. Ekós szekerek csikorogtak a meredek utakon. Minden vidékről összegyűlt malacbandák kóboroltak borháztól borházhoz cincoktatva hegedőiket, Bajkos gyerekek lármája verte föl, ami még a csendből megmaradt. Addig is, amíg a most elkészül, sárkányokat eregetve, melyek ott a somjói solymok útjain. Tegnap, tegnap előtt még egy-egy hírlap volt lengetestük, a gondolatszabadság futárja mindenik, s ma már a gyerekek madzagján fetrengtek és kínlódtak a szellők játékában. A hegy benépesedése teljesen helyreállította a közbátorságot. Tótné kiásta az ezüstét, sőt, ami még megmaradt a patkó legendából, annak is a végére járt Tót Mihály, aki bement pápára délelőtt holmi csemegéket beszerezni a vendégei számára. Kíváncsian várták, mégpedig vegyes érzelmekkel milyen híreket hoz. Mit hallottál patkóról? Rohanta meg Velkovics. Mindent. Vagyis? Ott hálta a Griffben, magam is betértem egy sörre, beszéltem a vendéglőssel. És azt beszélte, hogy csak ugyanott volt az iparosi fiúság születén, tegnap aztán meg a Griffben. Természetesen elfogták. Nem bizaszt, mert elment reggel, elutazott. Hogyan? Hát nem fogták el. Soha ilyen gyámoltalanságot kiáltott fel Velkovics. Nem lehetett elfogni. Jegyezte meg Tóth Mihály nagyfelegmával. Nem lehetett szörnyűködött Velkovics. No, azt szeretném én látni. Hát ugyan miért ne lehetett volna? Egyszerűen azért, mert nem patkó volt. Hát ki volt? Kiálták erre egyszerre, hárman is csalódottan. Csak a Mari kisasszony szemein látszott úgy, mintha valami fénycsík futna rajtok keresztül. Nevetségesek vagytok a kíváncsiságtokkal, vélte Tóth Uram. Nem volt patkó, punktum, egy közönséges utas volt, utazgató diák, vagy ilyesmi szóval nem érdekes eset ezentúl. De így, de úgy faggatták a gazdát, legkiváltképpen Velkovics Róza. Mégiscsak érdekes volna tudni, ki lehetett, és miért jutott abba a hírbe, hogy patkó. Akarva, nem akarva, el kellett tehát mondania mindent, amit hallott. Teljesítés aztán azzal a dörmegéssel, jaj, kedves hugocskám, ha téged minden ember érdekel, aki nem patkó, akkor aztán a te kíváncsiságod nagyobb a tengernél, és biz azon hajók is járhatnának. Fölsevette Róza a bácsi gúnyolódását, ahelyett megcirógatta szépen a borostás szakállát, amire az nyomban beszédessé lett. Hogy azt mondják, ott volt a szüreten, ahol senki se ismerte, és valami ismeretlen szép lányba bolondult vele. Jó, hogy most senki se figyelt Marira, aki olyan piros lett, mint a láng, egész a homlok a hegyéig. Egyszer csak így beszélik, éppen valami táncra volt foglalkozva a fruskájával, folytatá tótura, míg Mari egészen a tányérja fölé hajlott, mintha a csirke csontokkal foglalkoznék, és oda se figyelne, pedig mohon nyelt el minden szót, a szent igét se különben. Keresi a táncosát, hát nincs sehol, de nem lett volna semmi, hiszen nem ritkaság az elugrott táncos, aki kiábrándul a leányzójából. Mari összerezzent, az anyja odaszólt. Mi bajod, szívecském? Megijedtem, mama csak egy csontakat meg a nyelveklőmbe. Vigyázz, fiam, mert tudok eseteket, de az esetekben nem bonyolódhatott bele, mert mindenki a gazdára figyelt, aki következőleg folytatta. Van olyan is, aki megmámorosodik, és egyszerűen ezért marad el. De itt az volt az eset, hogy az elszökött táncos a puskáját és a vadásztarisznyáját pedig hallom, mind a kettő értékes volt, ott hagyta. Ez volt a fogantyú aztán a fantáziák élesztéséhez, és ahhoz az ötlethez, hogy az ismeretlen nem lehetett más, mint patkó barátunk. Este azonban befagyott a dolog, mert az ismeretlen spéci, aki hirtelen eszébe jutván valamely elvégzendő dolga, azzal az elhatározással szaladt be a városba, hogy még visszatér, kiküldte a vendéglő szolgáját a puskájáért, meghált a griffben, és ma reggel annak módja és rendje szerint kifizetvény számláját Isten hírével elutazott. Nem tudja a bácsi, hogy hívták. Valami fitos vagy mikos néven jegyezte be magát a vendéglapra, és hogy igen csinos, kellemetes fiatal ember volt. Hát aztán mit tud még a bácsi, hogy van tovább? Nincsen tovább. Kár, mondta Velkovics. Legalább fölkavart egy kicsit a mi vérünket. Kár az egész patkoér, hogy így összezsugorodott az eset. Mindjárt gondoltam, hogy plegyka lesz, botránkozott meg né. Nem hiába mondom, hogy az Isten rosszul teremtette az embert, ki kellett volna mérnie a szavakat, mint a búza a szemeket, hogy ennyi és annyi jut egy-egy emberi nyelv számára. Például egy milliárd szó. Ha ezeket letarálta az utolsóig, megdermedne a nyelv, és meg sem mozdulna többé, akkor aztán jobban meggondolnák az emberek, hogy mit beszélnek, és nem pazarolnák a szókészletüket üres, valótlan pecsegésre. Ó, szegény Zsuzsánlám, akkor te már régen néma lennél. Szavalta Velkovics úr nagy pátosszal. Látod, ez az, ez a haszontalan szófecsérlés kerekedett felül azt, hogy bámulatos nyelvfürgeséggel. Tótnéje közben a hozott csomagokon jártatván tekintetét lesújtó fölfedezést tett. Ember, te elfelejtettél élesztőt hozni! Mire Tóth homlokára ütött és mindenféle mentegetődzéssel igyekezett enyhíteni a felesége bosszúságát, melybe teljesen belefúlt a patkó legenda földerítésének érdeme. A nap fő eseménye az lett, hogy nem hozott élesztőt, és most már se kenyeret nem lehet sütni, se kalácsot a kávéhoz, ha csak valaki be nem szalad délután a városba. Pedig bizony hozott tót uram elég élesztőt, az anyag, amelyet elbeszélésével a leányfejekbe kevert, a legtitkosabb gondolataik közé ott ford, ott bugyborék volt, és előre látható volt, hogy bizalmas közlésekre fog vezetni. Róza most már többet tudott, mint sem érdemes lett volna tovább titkolózni, hiszen már látott, csak még nem elég jól. Igaz, hogy még csak botorkált, de már ott volt a kényes területen. Azon felül Róza érdemeket is szerzett, hiszen készséges szövetséges lett Marinak, és végre magáról az esetről is lehult a rettenet ruhája. A borzalmas, csúf patkú eloszlott a levegőbe, mint a köd, és maradt megint a csinos vadász. A két leány szívnek okvetlenül meg kellett nyílnia egymás előtt, mikor esténként levetkeztek fehér függönyös hálószobájukban eloltották a gyertyát, és nem jött álom a szemeikre. A nappali embert betakarja mosolygós nyugodt vagy gőgös betanult szerepével és arcával a sötét fátyol az éj, melyet gyöngén átfest az ablakon beszírődő holdvilág bányat fénye, mint héjából a csiga, kijön a külső emberből a belső ember és elbeszélget magával. Hát bizony, csak éppen a helyes szót kell akkor eltalálni a másik léleknek a másik ágyban, és két titkos világnak a nyíló kapuja csikordul meg. Aztól már, Mari? Nem, még nem. Arról gondolkozom, hogy ki lehetett az a te táncosod. Van valami különös, valami titokzatos a dologban. Nekem legalább úgy tetszik. Nem gondolod? De, de. Hagyta rá, Mari, és magára húzza a paplant, hogy csak a szája meg a szeme maradt takaratlan. Noha kisült, hogy nem az volt, akinek mondták, de hogy is lehetett volna az? Hogyan? Te tehát nem hitted Patkónak? Soha! Felelte el hirtelenedve, hiszen az lehetetlenség, csak rá kell nézni. Vagyis azt akarod mondani, hogy becsületes kinézése volt? Valóban az volt. Hmm. Szőke volt, vagy barna? Barna. Úgy gondolom. De, csak gondolom. Az ilyesmit minden lány tudja minden táncosáról is, rendszerint csak azokat nem akarja tudni, akik különösen megbűvölték. Ez gyanús tünet. Erről ismerni meg a szerelmet. Az ágy nem is oda át jele, hogy Mari nyugtalanul mozdult meg erre a szóra. Talán nem minden lány egyforma, jegyezte meg folytat hangon. Nana, -na, ebben a tekintetben mindegy bordában szőttek vagyis, hogy te olyan vagy. Természetesen, szívecském, nekem is van egy olyan alakom, akinek az arca éjjel-nappal megjelenik előttem, örökké látom, és mégis örökké szomjazom, hogy bárcsak láthatnám. És nem tudod milyen? kérdé Mari. Tudom, de valami megbénít, mikor másnak akarnám elmondani, mintha azzal, hogy nem szólok róla, magamnak tartanám. Na látod? Semmit se látok, mert előtte tud meg nincs titkom. Kivált mióta azt hiszem, hogy te is titkolsz valamit. Valakit. Az én alakom csinos fiú. Nagy fekete szeme van, mint a bogár. Nos, a te tántosodnak milyen szeme volt? Fekete szeme. Az én alakomnak keskeny képe van, szép homloka, sűrű haja. Ennek is az volt, sóhajtámari. Ugyan eredj, te csak rámondod. De igazán olyan volt. Úgy írtad le, mintha csak ismernéd. No látod, hogy tudod, és előttem mégis eltitkoltad volna. Hányt a szemére Róza. Addig-addig csevegtek a két alakról, hogy egy-egy áruló szó a Mari ajkairól is kicsúszott, szerelemben a sötétség érleli az őszinteséget. Á, Istenem, Mari, úgy látszik nekem, tetszik neked. Azt én nem mondtam. Ne is tagadd, édesem. Nos, ha éppen akarod, hát bevallom, de el nem mond kérlek senkinek. Isten mentsen attól rólam, biztos lehetsz, hiszen cseréltünk, titokért titkot. Aztán látod, úgyis csak olyan az egész, mint a permetegeső. Súhajtott fel Mari. Elmúlt, mielőtt megkezdődött semmi, köd. Csak egyet nem értek, Mari lelkem, miként akadhatod meg a szemed valakin éppen azokban a rétegekben, ahol tegnap voltál, még ha legalább patkó lett volna. Patkót még értettem, patkó végre is legény lehet a talpán, és az igen gyakran előfordul kivált a regényekben, hogy az úri lány beleszeretett délceg a brigantiba. Még a szép juhász bojtát is körüllengi némi költészet, de egy mesterlegénybe beleszeretni, az mégis shocking. Ej, a tiéd talán valami princ vagy, mi? Az enyém huszárhadnagy, felelt Róza egy sóhajjal. Az enyém is egészen olyan, mint egy civil ruhába öltözött huszárhadnagy, de lehetne álruhás gróf is. Látnád az enyémnek a termetét olyan, mint a szarvasé, akár a hajlékony náccál olyan az enyémé. Hát még a szép vékony bajusza, talán olyan, mint a hős cincérhé. Kikérem a sértő megjegyzéseket. A legszebb bajusz az ármádiában, fölfelé kunkorodó. Nem különb az enyémnél. Az a hamis mosolygása, ha incselkedik, és az a szelíd nézése, ha mosolyog. Az enyémnek a származása előkelő, majd csak nem arisztokrata. Az enyém meg abból az arisztokráciából származik, mely nem a királyoktól ered, hanem az Istentől. Ez a természet arisztokráciája. A királyok arisztokratái közt van tömpe orrú pupos csenevész ember, a természet arisztokráciáját ellenben az erő és a szépség teszi. De hát, ahol együtt fordul elő mind a kettő, mindegy, mégse cserélnék veled. Van is neked ízlésed, tudod, Isten megítélni. Így licitáltak egymásra, néha átcsapva némely személyeskedő csípős megjegyzésekre is, amelyekből nyilván harag lett volna, ha a nagy versengési buzgalomban olyan jó tulajdonságokat is föl nem hoznak a kegyeltjeik mellett, kifogyván a jelentékenyekből, amelyeken okvetlenül nevetni kellett, mint például, hogy a róza hadnagya olyan szépen tud fütyülni, mint egy rigó, és a marivadásza úgy tud petyektetni az ujjaival, mint az ostorpattogtatás, a szivarja füstjét pedig az orrán keresztül bocsátja ki. Aha, most kezdelek már megérteni, téged a füstölt orvonz, no, ilyesmiből én nem kérek, ha, -ha, -ha. Lassanként azonban a derültséggel megszaggatott versengésbe belevegyül egy-egy ásítás is. Majmuna álom tündér, várom ha léptekkel, de teljes biztonsággal közeledik és betapasztja mézes ujjaival a szemhéjakat. Pedig az egyszer módjában lenne nem becsukni, mint tiszte hozza a szemeiket, esetleg ki is nyithatná, ha akarná, mert tündér lévén mindenről tud megsukhatná hát nekik igen könnyen Ó, lányok, lányok, ne bolondozzatok egymás hegyibe hordva ifjaitok magasztalását, melyik a különb köztük még összetalálnátok zördülnie fölött, mikor pedig hiába való feleselés az egész, mert egy ugyanazon emberről beszéltek mind a ketten. De Majmuna a maga dolgához tartja magát, elaltatja a két leányt, elküldi mind a kettőt folytatni az álmok országában, aminek az eleje ébren történt, és mikor reggel fölkelnek, és a napsugár betódul az ablakon, egymásra mosolyognak szemérmesen, mint akik már mindent tudnak. Mégis, bár ezentúl elég érdekes beszélgetni valójuk lett volna, Mari feltűnően kereste a magányt. Még rózát is kerülte, órákig előgyelgett egyedül a szőlőben, töprengve, ábrándozva, lesve az égen úszó felhőket, vajon hová mennek, minek mennek, kiküldi őket. Hát a madarak mi indokból szállnak, keresztül kasul a légi utakon, céljuk van-e, vagy csak úgy találomra röpködnek. És ha jobbra száll az egyik, balra a másik, találkoznak-e még valamikor, és ha találkoznak, ráismernek-e egymásra. Honnan tudja a kakuk hány évet él az illető, aki megkérdezte, és hát ha két ember kérdezi egyszerre, hogyan felel nekik? Mit érezhet a mé, amikor a rózsa kejhében empereg? Ilyenféle problémákon törte a fejét, mert bizonyos rokonságban voltak legbensőbb, legtitkosabb tépelődéseivel, melyek akörül forogtak, nem voltak -e konokság, oktalan gőg, ködelölköd köd hátul, elzárni az utat a vadász elől, hogy közeledhessék. Bizony... Csúf kegyetlenség volt, pedig hogy rimánkodott a szegény vadász, kétségtelenül az egyedüli lény, aki azért szerette, mert tetszett neki, a testi alakja tetszett. A világ kerekéből ugyancsak ki nem volna egyetlen küllősem, ha megengedi neki, hogy legalább valamely álnévre vagy betűjegyre írhasson neki. Ilyen mulatságos lett volna olvasni a leveleit és felelni azokra, ha más egyebet nem veszünk is, de már magáért a mulatságért kár. Hogy ezek a kérdések bolygatják, Marit csak Róza vette észre, aki már keresztül ment ezen a betegségen és minden szimptómáját ismeri. Az se került -e ki figyelmét egy-két nap múlva, hogy sokat sugdos Klárával, és mert Klári előtte való nap bent volt a városban, könnyű kitalálni, hogy együttal bizonyos nyomozásokat végzett a griffbeli pincéreknél. Vajon mit süthetett ki? Kíváncsi volt, de Mari elzárkózott. Ez is ismét új titok. És minden diót külön kell feltörni. Mi, akik mindent tudunk, amit akarunk, elárulhatjuk a hűséges Klári, csak ugyan tudakozódott a griffben, de csak annyit tudott meg, hogy a vadász egy-egy forint borra valót adott a pincéreknek, mikor elment. Ugyancsak akkor egy katonatiszt is ott volt szálva, aki ismerte a vadást, mert beszélgettek együtt, csak hogy az a katonatiszt is elutazott harmadnapra, Isten tudja hová. Mindez nyilván megint bőtápot adott a mari fantáziájának, hogyan egy-egy forint borravalót adott a szolgáknak, hisz az akkor úr, és a katonatisztel beszélgetett. Talán barátja is volt, de ha úr, mit keresett volna az iparosok szüretjén? Köd az egész, végig köd és köd, ki nem igazodik ebből a káptalan sem. Ha csak az a kis húsdarab nem, amelyiknek több ereje és biztosabb ítélete van ilyenben a káptalannál. Csak az öregek nem sejtettek semmit, mind a mellett feltűnt nekik, hogy Mari Bush lakodó s arcába valami fájdalmas vonás lopta be magát. Összerezzent, ha hozzászólnak, mintha álmából költenék fel. Szemeiből édes bús melankólia tükröződik, nem nevet, nem hancúrozik, nem ugrál odakün, mint azelőtt, hogy az egész ház víg volt a rezgésétől, hanem elvonul valahová, és órákig elmereng a nagy semmin, elringatja a lelkét a falevelek zizegésén, hisz a fa is bizonyosan panaszkodnak, őszi szél sóhajában, csak azt nem tudni, hogy miről. Az öregek szintén panaszkodnak, beszélik egymás közt, Mariska megváltozott, valami baja van. Se nem iszik, se nem eszik, csak örökké gondolkozik különösen tót mély faggatja váltig. Min gondolkozol annyit, nem jó az papnak való az, aki a prédikációkon töri a fejét, de mi szükség neked gondolkodod, mikor itt vagyunk mi a szüleid, nem vagy beteg, nem kívánsz valamit. Nem, nem, igazán nincsen semmi bajom. A dologhoz végre, mint legfelsőbb fórum, Tót úr is hozzászólt. Rosszul van fűtve a gép, ez az egész. A gépen fordul meg minden. A somjói levegő nem jó neki, tehát nincs jó étvágya, és mert nincs jó étvágya, tehát nincs jó kedvesem. A gépet jól kell fűteni, ez az egész. Igaz egy úrka. Meg lehet, nevetett Felkovics. Ti ördöng és amerikaiak többnyire eltaláljátok a dolgot, de ez, ha igaz, egyszer s mind azt is jelenti, hogy a gépet olyan helyre kell vinni, ahol jól fűtik, vagyis hazaviszed Marit késre, nekünk pedig útilaput kötsz a talpunkra. Ho, Ho ez ellen tiltakozom, mert ha arra kerülne is a sor, szerencsémnek tartanám, ha itt hagyhatnám nektek a szakácsnét, meg a pincét, meg az éléstárat. Sor nem került rá. Tóték most is itt töltötték a rokonai társaságában a vénasszonyok nyarát, úgy, mint máskor, csak az őszi esőzések beálltával utaztak haza. Mari azonban otthon is szomorú maradt, úgyhogy Tótné asszonyom nagy sopánkodással panaszkodott fűnek fának, a doktornak, az ispánnének, a jegyzőnének, a papnénak, a doktornénak és mindenkinek, akivel szóba állott, hogy Mari nagy változáson ment át, az a szilaj, akaratos gyermek most olyan szelíd jó, mint egy bárány. Félek, hogy ez valami rosszat jelent, és hogy olyan szomorú, mint egy szent, és olyan halovány, mint egy liliom. A doktor azt mondta, hogy a szomorúság ellen nem tud medicínát, a jóság ellen pedig kár volna receptet írni. Az ispánné, aki babonás asszonyság volt, abban találta a dolog nyitját, hogy a kisasszony nyilván megijedt valamely látománytól is el kellene búcsúra vinni Szent Malárdra, ahol a csodakútból igyék kilenc olyan gyűszűből, melynek mindenike más-más szűz leányúján volt. Jaj, lelkem, pirongatta meg tóturom a feleségét, mikor ezzel előhozakodott. Hol a pokolba vegyek én ilyen gyűszítés még hozzá kilencet? A jegyzőné ráolvasást ajánlott, a legvalószínűbb volt a doktor négy gyanúja, hogy szemtől jött Marira a baj, és legjobb lesz szárított levendulával megfüstölni, míg nem a tiszteletesné, kerekes Dánielni asszonyom csak ennyit mondott magyarán, már az pedig úgy szokott lenni ilyen időtájt, és aki ellopta az orcája pirosságát instálom, majd megtetszik látni vissza is hozza azt. Az epvéle nem szükséges körözni. 16. fejezet Egy kis kóstoló az önkormányzati tevékenység mezeiről. A nagy vagyon semmit sem változtatott Koperecki alapjellemén. Érdekes maximum kompozitum volt, fösvén és bőkező, sőt pazarló. Vegyelemeire bontva van benne egy kevés a felvidéki gavallérból, szeret sokat mutatni, ha nem kerül nagyon sokba, egy kevés az oligarchából, jól esik egy kis erőszakot gyakorolni másokon, a saját szeszélyei kedvéért, ha nem jár nagy veszedelemmel, és végre némi kapzsi üzleti vér is beleszorult, mely arra ösztöké hogy minden egyes tényből kihúzza a maga kis polgári hasznát. Elméletben talán kizárják egymást a tulajdonságok, mert hogyan lehetne gavalléra a haszonleső. Tűz és víz együtt, ám a gyakorlatban elférnek. Ha a dalárda, a Tizoltó egyesület vagy valamely más kunyoráló küldöttség jelent meg nála, akképpen okoskodott. Ezek most száz forint adományra számítanak tőlem, és ez a kicsiny becslés némi bosszúsággal tölti el, pedig voltak éppen 300 forintot kellene adnom a vagyonomhoz és a nevemhez mérve. És itt a gőg önti el vonásait, de nem vagyok bolond, hogy annyit adjak, szétte tovább gondolataid neki vidámult szelid Adok nekik a szemtelen tolvajrablóknak 200 forintot, punktom, és adott nekik a kifizetésnél, melyet rendszerint a hű bubenyik teljesített, 150 forintot, azt is köszönjék meg. Még jellegzetesebb példa, midőn karácsony után Clementi szerkesztő úr jelent meg nála mecénást keresve Bontóvár megye monográfiája és főispányai napjainkig című művére, mely minden új főispán alatt, mint megjelenendő kísért, de azért hihetőleg soha se lát nyomdapestéket talán nincs megírva sem. E keresésben mindenek előtt azaz kizárólag báró Kopereckihez fordult, hangoztatván, hogy a vármegye becsülete és dicsősége függ a mű megjelenésétől, a főispán maga is belátta ezt, kedvetlenül kérdezvén, és mennyire rugnálnak a költségek? 500 forintra a méltóságos uram. Az sok, nagyon sok. Morgott valamit a rossz termésről és a tömérdek kiadásról, – Tekintettel azonban, hogy a mű napjainkig terjed, méltóságos uram, egészen napjainkig, vagyis… – Értem, kedves Klementi, azt akarja ön mondani, hogy én is benne leszek, hát szép, szép, de talán mégis jobb volna, ha az utódom alatt jelenne meg a munka. – Miért lenne jobb esedezem? – Mert akkor még jobban benne lehetnék, egész működésem kidomborodna, ahogy önök mondják. Á, Istenem! Sóhajtott fel Clementi szerkesztő úr, ki a váltakozó politikai viszonyok szerint már egyszer Clementnek is írta a nevét, és valószínűleg ez volt az igazi. Á, Istenem, arra semmi kilátás, hogy méltóságon megbukjék. Ön igazán gonosz hízelgő Clementi úr. Higgye meg a méltóságos báró, hogy túl fog engem élni a fő széken, és ez esetben... Nos, ez esetben halála utánra maradna a munka megjelenése. Az lehetetlen, könyörgöm. Miért volna lehetetlen? Mert nincs olyan ember az országban, aki az én írásomat el tudná olvasni. A szedők tízszer is eljönnek naponként, hogy egyes szavakat kibetűzzek nekik. A munkának tehát az én életemben kell megjelennie, vagy különben elvész az emberiségre nézve, és ezt méltóságot nem akarhatja. Nem, semmi esetre sem akarom mentegetődzett a főispán, de 500 forint sok pénz, nagyon sok pénz is. Arra gondoltam, hogy talán leíratom az ön felügyelete alatt tisztán olvashatóan a megyei írnokokkal. Clementi úr sarokba szorítatván belátta, hogy engednie kell az összegre nézve, minél fogva eképpen szólott. Nézzük csak, méltóságos uram, egy kis számvetést csináltam a fejemben, és úgy látom, szigorúan megszorítva mindent, talán kijönnék 400 forinttal. S azt persze tőlem várná ön. Nos, meg is adnám szívesen, de nekem most, édes barátom, nincs arra való pénzem, teljességgel nincs. Klementi úr hunyorított szörtelen szemölgyével is, kihúzott a zsebéből egy váltó ürlapot. Erre mindjárt gondoltam, szólt nyájas mosolygással, ami még visszataszítóbbá tette himlőhelyes arcát. Átkozott Ovidius, nevetett a báró, ki minden tollatforgató embert Ovidius kollégájának tartott, mert csak erről az egy skriblerről hallott egyet mást. Maga mindig a talpára ugrik, no, hát megfogott, megadom magamat. És ezzel fogvál a tollat, aláírta a váltót minden szó nélkül. Hiszen az a megjegyzés, hogy erre mindjárt gondolt, fölpaprikázta egy kicsit, micsoda, azt ételezte föl róla, hogy nincsen 500 forintja, no megállj óvidiusz, ezt nem viszed szárazon. Hát itt van a váltocska, amice, hanem már most mit csinál vele, azt szeretném én tudni. Aláírtam, mert szeretem magát is, az irodalmat is, és kultúrát is, de most jön már a nehézség. Mert a megye területén nem szabad leszámítoltatni se pénzintézetnél, se magánosnál. Mit gondol az Isten szerelméhez, hogy itt, ahol főispán vagyok, 400 forintos váltóim cirkuláljanak? 40 ezer forint, ha volna, azt eltűrném, az méltó egy főispánhoz, de kint de 400 is, akkor én el volnék veszve. No hát mondjam meg, mit csinál a váltóval. Értékesítem a szomszéd megyék valamelyik pénzintézetében. Ez se lehet mert csak az én aláírásom van rajta. Az intézetek több aláírást követelnek, de én nem begyülhetek el mindenféle emberek közé, az csak belátja. Az nekem derogál, mindjárt keresztül hasítanám, nem a váltót, hanem a magát, a míce, ha engem rossz társaságba keverne. Ha tud találni egy eszterházit mellén, vagy egy nádasdit, azt nem bánom, próbálja, de másképp nem lehet. Nos, mi lesz hát, mert csak ezen föltétel alatt adom ki a kezemből. Valóságosan gyönyörködött a Clementi zavarán, mintha most ő volna felül, de Clementi nem sokáig habozott a felelettel. Van nekem losoncon egy uzsorás ismerősöm, aki rögtön leszámítója. Úgy, de bizonyosan nagy kamatot vesz, kérdi a főispán sajnálkozón. Bizony rögtön le van húsz százalékot, ami az ember. Eszerint maga nem kapna többet, mint 320 forintot. Hallatlan szemtelenség, nem, ezt nem tűrhetem, méltatlankodott Koperecki, és dühösen nyomta meg a csengettyű gombot, mire a főispáni huszár jelent meg az ajtóban. Küld be azonnal a bubenyikot, azzal ismét a szerkesztőhöz fordult. Majd elintézem én mindjárt a dolgot keresztényi módon. Addig pedig, míg Bubenyik előjön, nekem is van egy kérésem önhöz. A voglányi járásban, mint tudja, megüresedett egy szolgabírói állás, mely két hét múlva a január 25-i rendkívüli közgyűlésen lesz betöltendő. Nyomja meg egy kicsit a tollatmány Lieber Clementi a sógorom Noszti Ferenc mellett, és önnek, mint bizottsági tagnak is erős befolyása van. Nem igen fog menni méltóságos uram, megmondom őszintén, mert a fiatal urat részint nem ismerik a megyében, részint pedig ismerik. Akik nem ismerik, nem szavaznak ismeretlenre, akik pedig ismerik, inkább szavaznak másra. Vegyük ehhez, hogy az ellenfelek kabióska nagy szamár. Az meg lehet, de meg van állapítva a jövője. Ugyan mivel? Azzal, hogy ő tudja a legszebben énekelni a császár és királyi ezt, Aki hallotta tőle egyszer, okvetlenül rászavaz. Érzés dolga az ilyen. Az ördög szántsa meg az e fajta sületlen érzéseket. Miattam szánthatja, de azért mégse fog menni. Pedig a feleségem nagyon szeretné. Sajnos, de ami lehetetlen, az lehetetlen. Sóhajtott fel Clementi. És én magam is akarom... Ropogtatta meg az erbetűt a főispán keményen. Hmm. Akkor meg is lesz, mondták Clementi meghajolva. Ez már beszéd, már szeretem, szólt a főispán örvendezve. Kezet szorítván Clementivel, Ki a függetlenségi párt egyik szabad vezére is volt. Ez iránt tehát rendben volnánk. Szabad? Bubenyik lépett be. Mit te kopogtattál megint? Hányadszor mondom, mikor hivatlak, akkor te nem vagy látogató, hát ne kapogtas, hanem izibe jelenj meg, mint egy szellem. Mit tetszik parancsolni? Egyelőre csak annyit, hogy eredj ki és jöjj be kopogtatás nélkül. Bubenyi kiment és bejött, nem ugyan nesztelenül, mint valami éjféli lélek, ellenkezőleg nagy csörömpöléssel, mint egy pusztító tatár, mert a könyökével ügyetlenül benyomta valahogy az ajtó egyik üveg tábláját. Vigyázz, hémél, mindjárt pofonüklek! Dühöngött a báró vérben forgó szemekkel. Nem tudsz egyenesen járni, vagy részeg vagy? Bubenik egy cseppet se ilyet meg, jól ismerte az urát. Miután méltóságot rám parancsolt, hogy szellem legyek, hát azt hittem, az üvegen keresztül is be tudok repülni. Eredj az ostoba kifogásaiddal a pokolba. Azaz megállj csak. No, menj, menj hát el, hiszen nem haraptam le az orrodat, Marad csak Bobenyicek, mert azért hivatta hogy ezt a derék tekintetes urat megmentsük egy vérszobó pihócától, ha lehet. Képzel vele egy himpellér uzsorást, 400 forintos jó váltóért, csak 320 forintot akarna neki adni. No, ezt a pogánságot mégse engedhetjük. Ha az én megyémben volna, megcsapatnám, ha százszor el volna is törülve a botbüntetés. De mert nem itt lakik, csak azt kérdezem tőled, barátocskám, hogy van-e 350 forintunk. Bubenyik gondolkozott egy kicsit szemrehányó pillantást vetett a báróra, és foghegyről mondá, lesz. Akkor hát váltsd a tekintetes úrtól ezt a váltót, ő is jól jár, és te se jársz rosszul. Ezekben nyilvánult a koperec jellemelek hívebben, és ez bolond ember gondolná az olvasó, mert kétség kívül a balek együgyű szerepe az, amit játszik. Ha azonban jobban meggondoljuk, hogy ez a pénz, mint egy szubvenció számba ment a helyi lapnak, s hogy ő, Koperecki. Azon felül a mecénást is adta, sőt, tetejébe egy vezérkolompos szerzett vele a sógora szolgabíróságának egy felette formában, mely a Klementi úr hasznavehetőségét semmiképpen sem koptatta le. Úgy azt kell tartanunk, hogy Kopereckinek elég magához való esze volt, noha sajátosan nyilvánult. Ami pedig a költségek lefaragását illeti, ezt oly módon csinálta, hogy szinte úgy rém neki a végén, mintha ő szerzett volna 50 forintot. Adakozott és ezzel kielégít egy gavalléros hajlamait, de az adományozott összegből vissza tudott csípni egy részt, ami viszont a kapzsisági hajlamainak felelt meg. Clementivel szemben adta a tapasztalatlan nagylelkű mágnást, akit mindenre rá lehet venni, Bubenyikkel szemben a ravasz okos embert, aki mindenből hasznot tud húzni, a közönség előtt pedig a bolondul pazarló mecénást. Csak hogy egy kicsit visszájára sült el a törekvése, mert a fennforgó esetet véve például Clementi tartotta őt ravaszkutyának, bubenik pazarló bolondnak, és a közönségnek úgy tűnt fel, mint egy tapasztalatlan nagy lelkű mágnás, de nem volt talán egyiknek sem igaza. Annyi azonban bizonyos, hogy rövid idő alatt alaposan megnyergelte a különben rakoncátlan vármegyét, hogy mivel, Isten tudja. Épp olyan titok ez, mint amely az állatszelidítő tekintetében rejlik. Bolond kormányzás, mely előbb-utóbb megfeneklik, kétségtelenül van, de okos kormányzás, mely okvetlenül beválnék, nincs és nem lehet, vagy ha lehet, eddig még ki nem találták. Kormányzás csak olyan van, amely sikerül vagy nem sikerül. Lehet, hogy Bontóvár megyét maga Bismarck se tudná kormányozni, aki pedig egy világot húzgál az ő elméje finom cérna szálain, s lehet elkormányozná jól a legutolsó írnok is, ha ő is pál lenne, és nem tudnák róla, hogy írnok volt, mert hát azt el kell valahogy találni. Már pedig az eltalálása ritkán az okos emberek hivatása. Az okos emberek nem találgatnak, hanem rendszerint akarnak valamit, mégpedig ritkán olyast, amit a nem okosok is akarnának, s ez már magában is nagy baj. Azért aztán Isten mentsen meg minden becsületes kormányt az okos főispánoktól. Untig elég az, ha okosaknak látszanak. Merem tehát mondani, hogy Báró Koperecki Izraelnek minden sikere beiktatási beszédének különös esetéből sarjadzik. De bármi hatalmasnak látszott is a főispán, a januári rendkívüli közgyűlés tárgyai mégse hagyták hidegen a kedélyeket. A magyar nyelv iskolai tanítása tárgyában bizonyos régi megyei szabályrendelet életbe léptetése volt tárgyalásra tűzve, és a már említett szolgabírói állás betöltése. Nem szenvedett kétséget, hogy Koperecki a magyarosítás mellett van, és azt se lehetett titok, hogy szolgabírónak Noszti Ferencet óhajtja. Mégis nagy szervezkedés indult meg. Az iskola magyarosítása ellen a nemzetiségi bizottsági tagok fogóztak össze körülbelül a többség, a szolgabírói szék betöltése pedig főleg a magyarokat izgatta, mint akik mindig a mellékes dolgok iránt érdeklődnek jobban. Mindegy, a magyarok szerint mit tanulnak a parasztkőkök, de nem mindegy, hogy ki parancsol voglányban. Éles megjegyzések kapcsában összehasonlítások történtek a rokon és ellenszem festékével. Noszti Feri végre is csak egy tacskó. Herbert és Exleidinán kell a kutyának. Ha császár és királyi kamarás, maradjon veszteg a király kamarájában, de ne vegye el más ember elől a kenyeret. Legyen a szolgabíró köztünk nőtt, magunk szerű ember, nem félmágnás, és fonák is volna, hogy hosszabb a mellény, mint a dolmány, hogy a szolgabíró méltóságos úr legyen, az alispán pedig csak tekintetes. Kabi Józsira kell szavazni az igaz magyarnak. Jó öreg fiú, aki azért úszott el, mert mindenkiért jótált. Azon felül a sokat szenvedett hazafiak közé tartozott, mert rajta vesztett az ötvenes évek elején. A már éneklésén, hiszen minnyáján haladtátok egyszer másszor a kék golyónál. Most már csak mosolyog rajta az ember, de azokban a bomlott időkben dübe hozta, bánatba ringatta, keserűségbe mártogatta a magyar szíveket, úgyhogy a felsőbbség bosszút lihegve csapott rá. Hm, az énekes madárnak Kalit Kavaló, az pedig volt nekik Kufsteinben el is vitték oda vagy három évre. Ám bár nagy istentelenség volt tőlük ilyen kicsiségért, mert legfeljebb a dallamban lehetett találni kifogásolni valót, maga a szöveg jóformán a császári királyi katonai sematizmusból merítetett. Osztrák Ármány Ferdinánd, Karl Franz Albrecht, Tjev Kolajos, Zsófia, Zsófia nagydáma, Kamarilla reakció, Rácz, Szerb, Olá, Illirizmus, Szakszonizmus, veszetek el. Heidinger, Leidinger, Windischgrätz, Jellasic, Simonics, Ulich, Urbán, Hurbán, Lamberg, Berger, Wimmel, Prüchner, Veszetek el. Szóval elég szépen ki volt gondolva, és a végén nem ártott senkinek. A jobban meggondoljuk még Kabi Józsinak sem. Az a három évi pihenés el kellett a torkának, és azon felül nagy rangra emelték az elzárással, mert mikor kiszabadult, az lehetett volna, ami akart lenni, de ő nem akart, ameddig a nap sütött, vagyis még nyájas zsidók voltak a környéken, de most, hogy mikor a zsidó arcok már elkomorodnak láttára, rászorult a szolgabíróságra. A rokonságot és a főispáni Aula Benfentes csoportját nem számítva, az egész magyarságok kabi pártján állott csak a szerkesztő, Klementi pártolt el az utolsó napokban. Egy fecske azonban még nem csinál se őszt, se nyarat. Ebben az egyben nem szabad engedni a főispáni akarattal szemben, hát úgy is vette mindenki, hogy az egész választás csak forma. Noszti Feri lesejött rá Pestről, hol a közismert járdataposókhoz tartozik. Nem éri meg a próbálkozás a vasúti menetjegyet. A közgyűlés reggelén mindenki gratulált kabinak, csak a főispán mosolygott rejtélyesen. No, no, hát ha még másképp csöppen. Jegyzé meg ő méltósága útközben, mint a közgyűlési terem emelvénye felé iparkodott. Nem gondolnám, felelt rá Petrovai Tamás, a kabi ipa, aki történetesen a főispán mellett csoszogott, hogy más győzhessen. Vajon? Tojás nélkül nem lehet rántottál sütni méltóságos uram. Hát, ha olyan csodaszakács akad bátyám uram. Megnyitván az ülést, mindenekelőtt előtt kinevezte Malinkát tiszteletbeli megyei főjegyzőnek, nem kerül semmibe, s neki örömet csinál. Aztán a faltörőkost, az úgynevezett hivatalos szónokot Liszi ügyvédet szólítá, akivel in camera caritatis előre állapodott már meg. Ő volt kifejtendő a magyarosító szabályrendeletet, s nem csekély ékeszólással bírt a vézna emberke, kár, hogy a hiányzó felső fogai miatt a szavak szétfolytak a nyelve alatt, és bizonyos sípoló vagy sziszegő hangokba öltözködtek. Előjáróban lepocskondiázta a parlamentarizmust, amely szerinte csak a már teljesen kiépített államokba való, ahol csak folyó ügyeket kell intézni, de ahol még alapvető munkálatok teljesítendők, ott a parlamentarizmus egy ütett taplót sem ér. Ne kezdje Ádámon Éván, mordul bele pénteki Bálint, kit a karzat alatt állván bőszé és türelmetlenné tettek az onnan leáradó mindenféle illatok a hölgyek hajából és keszkenőiből. Az öreg urat rágyaszagot szokta meg otthon, valamint a foghagymáit, a rostélyosokon és a pirítósokon, minden egyéb szag kihozta a sodrából. Halljuk, halljuk! Hangzott fel több helyről élénken, mert ebben a kérdésben nem volt se jobb oldal, se bal oldal, az egész magyarság együttérzett. Lisi rögtön megmagyarázta, miért indul ilyen messziről. Azt akarja bebizonyítani, hogy miért kell bizonyos dolgokat, melyek az egyik állami szerv feladatai más szerveknek átvállalni, ha amazok képtelenek. A bívaj bizonyára erős, uraim, de ha teszem azt olyan merészet ugrana, mint a macska, hát okvetlenül kitörni a nyakát, míg a macskának semmi baja sem esik. Ez úgy van, bólintott főispán. Azért tehát a merészugrásokat a macskára kell bízni. Élénk helyes a kormánypárti csoportokban. A parlamentnek felelős miniszterek nem ültetnek olyan fákat, amelyek hosszú esztendők múltán tartanak árnyékot vagy hoznak gyümölcsöt, pedig a jövendőkre is illik gondolni egy jól vezetett államban. Valamint nem szüntetnek meg olyan bajokat, míg kicsinyek, melyekhez hozzányúlni kényelmetlen vagy személyükre nézve veszélyes inkább áttolják a jövendő kormányokra, akkorra, midőn már a bajok nagyra nőnek és magára az államra nézve lesznek veszélyesekké. A parlamentáris miniszterek előtt csak azok a sikerek számítanak, melyek mindjárt bekövetkeznek. Mit érne az nekik, hogy húsz év múlva dicsérnék? Nekik az kell, hogy most dicsérjék. Ők az esti lapokra dolgoznak. És ezt nem lehet rossz néven venni, mert minden teremtett lény csak annyi levegőt szívbe, a tüdejébe, amennyi a pillanatnyi légzésre szükséges, és annyi vizet iszik, amennyi a szomjat oltja. Kivévén a teve, mely a jövendőre is szed be egy kis tartalékot, de a teve csak két púpot visel a hátán, míg a miniszterén négy száz és néhány púp van. Popolnicki Ambrusa, bozsennai kerület országgyűlési képviselője, meglökte könyökével a mellette ásítózó nosztipált, Hm, ez nekünk szól, ne válaszoljunk rá. Minek? Ez igaza van. Ezek után egy ékes kanyarodással, valami idézettel, Kierztől áttért arra, hogy ilyen körülmények között a társadalomra és a megyére szorul a magyarság erősítésének szent feladata, és ezt az iskola útján érhetjük el legjobban a szőnyegen forgó státutum életbe léptetésével. Viharos ellentmondások zúdultak fel a nemzetiségek részéről, és nyomban felállt Pedák Sámuel, egy óriás termetű tót lelkész, akit luteránus kapisztránnak neveztek vakmerőségéért és gyújtó szónoklatáért. Ijesztő benyomást tett széles vállaival, roppant fejével, melyből két vérbeforgó szemban dzsított. Padák volt a megye északi részén fekvő tótság vezérszónoka. Hangja lágy tud lenni, mint a fuvola, de ha akarja, valóságos dobpergését agad és fölrázza a lelkeket. Nincsen ebben máskor semmi veszedelem, a lélek úgyis csak hálni jár a tótba, hosszabb időre nem marad benne. Nincsen pedig azért sem veszedelem, mert jó az Isten egy csomó százt és oláót is adott a nemes municipiumnak. Isten mencs, ahol csak egyfajta nemzetiség van. Ebből a rosszból jobba a többféle. Ahol három van, ott már lehet velük kártyázni. Az egyik mindig tromf, a másik kettő ellen, vagy a kettő tromf egy ellen, ahogy lehet. A megye politikája ebben sarkallott, és az ilyen diplomatizálás mellett éldegéltek valahogy az előző főispánok, mindig a magyarság akaratát vezetvén diadalra a közgyűléseken hanem ennél a szerencsétlen kérdésnél előre látható a magyarság veresége, minek is volt azt előrángatni, mert az összes nemzetiségek összefogóztak. Hort Pista, a fürge másodaljegyzőkit a VIP szerepével bízott meg a főispán, éppen abban a pillanatban számította össze a pro és kontra szavazatokat, midőn nagy tiszteletű padák Sámuel úr beszélni kezdett, és sietve robogott az emelvényre kijelentést tenni. Kilenccel többen vannak, mint kellene. A fő is egykedvűen rákcsalt a bajuszát, és poltárihoz fordult. Mit csináljunk? Poltári vállat vont. Ha én tudnám. Te vagy a vármegye esze? Öt embert kellene hamarjában szerezni. Tűnődött az alispán. A szászokból nem lehet, mert a szászok egymástól szégyenlik a megjuhászodást. Az oláhokból se lehet, mert azok a pópáiktól nem mernek. Talán a tótoktól lehetne, azok puha emberek, csak ez a padák ne beszélne, mert az feltüzeli, megacélozza őket. Megvonjam tőle a szót? kérdezte a főispán mohó készsége. Isten mencs, azt nem engedi a törvény. Majd elhallgattatom én, ha Izrael bácsi megengedi. Súgta rejtélyesen az aljegyző, odadugva a fejét a főispán és az alispán közé. Szőke göndörhaja, friss rózsás arca ugyancsak elütött a két vedlet koponyától. Koperecki az alispánra mereztette szemeit, várva, hogy ő nyilatkozzék. Jó, jó, öcsém, mondá ez, csak eredj, vegyülj köztük, és gondolj ki valami okos fortét, csábíts egy pár embert villás reggel, itasd le őket, szóval mit tudom én. Szepienti pauca, csinálj, amit lehet, a cél szentesíti az eszközöket. Horpista eltűnt, és mint valami pajkos manó, hol itt bukkant fel, hol amott. Az alispánnak aki lehetőleg szemmel kísérte, úgy látszott, mintha több példányban lenne meg. Most elvegyült a bizottsági tagok csoportjában, majd a karzaton lehetett látni nevetgélve az asszonyokkal. Sőt, az is ő, aki most surran ki az ajtón a tanácsteremből. Ezzel már azt hiszi, az alispán végképp elvesztette szeme elől, de nem sokára megint rátalál, közvetlen a padák háta mögött, úgy tesz, aki semmire kellő, mintha ha legnagyobb élvezettel hallgatná az ékes bibliai tót nyelven elkvartyogott beszédet. Padák úr még csak a kezdetnél van, a történeti előzményeknél, széles feneket épít, úgy látszik, hosszú lesz. Önérzetes szavakkal bélyegzi meg a különben nemes magyar nemzet mostani zsarnoki vadékait, kik a szlávok ellen készülnek merényletre. Lám az árpádok idejében jó volt a tót nyelv, hiszen a legrégibb magyar nyelvemlék a híres halotti beszéd jóformán tótul van. Az árpádházi királyok tótul nevezték el a vármegyéket, Novigrádot, Újvárat, Nógrádnak, Csernigrádot, Feketevárat, Csongrádnak, a maguk családi fészkét a magas várat Visegrádnak, a legfőbb udvari hivatalnokot, a palatinust ugyancsak Tótul nevezik, Nadvorni pánból, udvari úrból, nádor is pánnak. Ejnye, fészkelődik újra, Popolnicki Ambrus az újra megdöfi nosztipált. Ne cáfoljuk meg. Minek? Hisz nincs igaza. Ingerült fészkelődés a magyarságban, mert a Szó túl tudók elmagyarázták a nem tudóknak, maga a pap gúnyos mosolyjal nézte a tengerháborgást, de csak az színlelte a nyugodtságot, mert a bal kezével, miközben ide-oda kalimpált, a jobb bal idegesen morzsolgatta a szokásos fehér fityegőket a nyakán. Sőt, merem mondani, tisztelt közgyűlés, folytatá fenhélyázó hangon némi művészi pauza után. Hogy a régi magyar királyok még a család és szentélyükben is a szláv nyelvet használták. A szláv volt az anyanyelvük. Ó, ohó, bizonyítsa be! Elég bizonyság, mélyen tisztelt közgyűlés, hogy négy Béla nevű királyunk volt, a Béla név pedig semmi egyéb, mint a latin Albertusnak, Albusnak szláv fordítása, Béla. A magyar királyok tehát még fiaikat és szláv nevekre keresztelték. Egy rikácsoló hang, mint az olló, most egyszerre ketté metszette a beszédet. A hang a karzatról jött, mindenki oda nézett. Hm, nem kápráznak el szemeink, Bubenyik a képéből kikelt, és alkalmasint becsípet Bubenyek kiáltott közbe. Tomi lépsje véme, moi pantam de Christli. Szokatlan lévén a karzatról való közbeszólás, és pláne, hogy a főispán fakja tette, Zajos derültség támadt a teremben, de a havotán is keresztül verte magát egy éles jaj kiáltás, s minden figyelem a sikoly irányába fordult. A nagy brontes szónok torkából jött az. A rémülettől kidagadt szemekkel mind a két kezével a derekához kapott, mintha ott tört volna ketté, és aztán gomolyaggá bömbölő üvöltéssel minő a megsebzett komondoré, rohant ki a teremből, Utána a tótbizottsági tagok loholtak abban a hitben, hogy szeme fényükön az őrület tört ki. Némelyek félénken húzottak vissza, hogy hát ha megveszett és harapni fog. Valóságos káoszt támadt a teremben. Mi volt ez? Mi baja történt? Mit kiáltott rá a főispán komornyikja? Ki tudja? Ki hallotta? Valami borzasztót mondhatott, hogy úgy ütötte le, mint a bikát a tagló. Nosza, magyarok, szászok, románok mind Clementi szerkesztő felé tódultak. Ott ül az öldasztal legszélén, és gyorsírással írással jegyzi a beszédeket. Rettenetes eszével mindjárt, amint hallja, azon melegében lefordítja magyarra, ki se ereszti a füléből, csak magyar öltözetben, s már mind ilyet veti papírra. Clementi hát bizonyosan tudni fogja, mi volt a közbeszólás tudta bizony, és nyomban felolvasta a hiteles szöveget, mely így hangzott. Mi azt jobban tudjuk, az uram ott volt a keresztelésnél. Elnyebe furcsa. Most kezdték még csak nem érteni. Hiszen ennek nincs se füle, se farka. Hát nem valami nagy titkot vagy bűnt leplezett le a tót közbeszólás, melytől pedáknak menten össze kellett roppannia. Hiszen az egy egészen semmit mondó hülyeség. Azaz, hogy inkább sokat mondó, de inkább a közbeszólóra nézve, mert világosan látszik ebből, hogy ő is őrült. Clementi azonban jót állt a bubenyik józan De hiszen nem őrült az, hanem huncut, ha egy kicsint pikós szereti az urát kigúnyolni. A koperecki bárok ugyanis azzal szoktak dicsekedni, hogy valamelyik ősük, valamelyik régi királyunkat már nem tudom melyiket a keresztvízre tartotta, és hogy akkor adósodtak el. És hát igaz volna az? Isten tudja, nehéz volna az ellenkezőt bizonyítani. A beállott zavart taktikai célokra akarta kihasználni az alispán, és figyelmeztette Kopereckit, hogy teremtsen csöndet, hát ha most sikerülne szavazásra bocsátani a kérdést, amikor vagy tíz tót szavazókünk van, a szavazás kimondása után be lehetne záradni a teremajtókat, és a státutum sorsa biztos lenne. Így is biztos, felelt a főispán nyugodtan, de azért rázni ezt a csengettyűt ugyancsak meddő fáradtság volt. A csengettyű szava elveszett, mint egy légyzugás a kovács műhelyben, mikorra meg a zaj kezdett már veszni, felállott szólásra a száz Wolf Rudolf, a bontóvári téglagyár tulajdonosa, s német nyelven támadta a státutumot. Alig jutott el öt-hat körmondatig, már a tótok is visszatértek fenyegető gesztusokkal. Mindenki kíváncsi volt, mi újság, mi lett padákkal. Lassan fülből fülbe szivárgott, hogy semmi nevezetes se történt, nincs baja, hála Istennek. Ezt a tótok tették hozzá. Csak egy kicsit megijedt, és mindjárt itt lesz, mihelyt átöltözik, a kék golyónál a szobájában. Valójában pedig igen otromba csín történt panaszkodának, éretlen merény lett a szólásszabadság magasztos elve ellen, mégpedig orvul, hátulról, amennyiben valami gazember galambtojás nagyságú jeget csúsztatott be hátul a szónokló tiszteletes úr ingallérja mögé, amely hirtelen leszaladván a mesztelen hátgerincén olyan rettentő érzést keltett, mintha hideg éles pallós pengével egyszerre kettészelnék a testét. Nem csoda, hogy a szegény tiszteletes annyira kijött a sodrából, hanem hiszen nem maradhat ez példás elégtétel nélkül. Wolf úr, aki tüntetőleg búzavirágot szokott viselni a kabátja gombjukában, nem ilyenkor, csak nyár elején, ilyenkor parókát visel, de nem tüntetőleg. Szintén a hosszadalmas szónokokhoz tartozott. Nem gyújtott, nem tett hatást, legfeljebb elálmosította a magyarokat, de az is valami. Nem is igen törődött ő ezzel észre se látszott venne nemes törvényhatóságot, mint az imádkozó valami itt jelen levő képzelt alakhoz intézte szavait, hogy bevádolja a barbár magyarokat. Bismarck vagy az öreg Vilmos szilüettje lebeghetett a lelke előtt. Még az elején tartott visszapillantással a Hamelni patkányfogóra, aki egy varási elbűvölő hangjával csábította ide a szászokat, még most a sovinizmus csinnadratta brumja riasztja el innen, midől a teremajtóknál felállított hajdók egyike sürgönyt nyújtott át neki. Ritka idegek és ritka ékes szólás bírnak meg egy felbontatlan táviratot. Beleveszi magát az ember fejébe, és fúr ott, mint egy szú, a kíváncsiság és a rettegés bizonytalanságában himbálva az elmét. Próbálta egy darabig, de nem bírta ki. Addig-addig morzsolgatta ujjai közt, szórakozottan darálva mondókáját, még végre feltörte és belepillantott. Arról értesíti a szuperintendens, hogy a fél tizenkét órai vonattal megérkezik és hozzászáll. Minthogy pedig Wolf úr buzgó presbitere volt az egyháznak, s amellett sokba vette a püspöket és nagy megtiszteltetésnek, hogy vendégül fogadhatja, legott meglepi a legnagyobb fokú nyugtalanság, akadozik, nem jutta eszébe a poének, az óráját nézegetik. Hú, mindjárt 11 óra, s még otthon semmit sem tűnnek, hogy hozzáállásanak az ebéd főzéshez. Aztán a vasúthoz is ki kell menni, mégpedig egy kis küldöttséget illenék hirtelen összeszedni, Szégyen ide, szégyen oda, a szükség a legnagyobbul mindeneknek meglepetésére befejezte, úgy szóván elcsapta beszédét, majd egy pár tekintélyesebb hitsorsosával tárgyalt, mire nagy sebben lobbal többet magával elhagyta a közgyűlés termét. De bizaszt észre se vették, mert az imént belépett padákra fordult a közfigyelem, kit hívei most már, mint mártírt, szláva kiáltásokkal fogadtak. Hort azonban gondoskodott róla, hogy az elnökséget figyelmeztesse a beállott kedvező körülményre, felszaladt jelenteni a főispánnak. Nyolc darab száz szavazat eltávozott a vasúthoz a püspök elé. Nem is tudtam, hogy ma ide érkezik a püspök, jegyzé meg az alispán, lévén ágostai hiten ő maga is. Hort habiskásan kacsintott rá, nem csodálom, mert maga a püspök sem tud felőle. Puff neki, akkor semmi használt se vehetjük, mert mindjárt visszatérnek. A nevetését alig tudta elfolytani a vice ispán. Alkotmányos hasznot azonban csak ugyan nem lehetett húzni a hord csínyéből, mert a hurbanista doktor Motika nyomban átvette a szót. Szájas prókátor volt éles hangjáért, penicilusnak gúnyolták. Ha hamar bevégezné, még volna remény csak, hogy ez is olyan penicilus, mely nem egy könnyen csukódik be. A főispán csendesen bóbiskolt az emelvényen, az alispán madarakat rajzolgatott egy ív tiszta papírosra, a bizottsági tagok csoportokba verődve trécseltek. Hagyni kell a lovat, hagyhány, ki a kehet, aztán megint húz, intéttürelemre türelemre környezetét nosztipál. Ne szóljatok közben, hamarabb elhallgatnak, de nem hallgattak el. A nagyobb kaliberi szónokok után sorombóba léptek a szatelleseik, a kisebb fajta stréberek és az okvetetlenkedők, akiknek nincs építő téglájuk, de akad egy-egy kövecskéjük, amelyel meg lehet hagyigálni az ellenpártot. Bár gyorsan követték egymást, mégiscsak fél kettőkor záródott be a sor, Ultimo Teusszal, röviden Ultimónak nevezték Bontóváron, aki kijelentette, hogy inkább a gyík hullámaiba folytja gyermekeit, mint sem magyar iskolába küldje. Ultimo úr csak ugyan az utolsó szónok volt, de mit ért, ha a szászok már délben visszajöttek elégedetlen arccal, hogy a püspök lekésett a vonatról. Poltári gyöngéden megérinti a főispán kezét, mire az fölrezzent. A tárgy ki van merítve, nincs több szónok. Kopereszki keményen nézett végig a hullámzó tömegen, honnan szavazzunk, kiáltások voltak kivehetők, megrázta a csöngettyűt, mire csend támadt, aztán kinyújtotta a fejét, mely eddig vállapockái közé volt esve, és ezeket mondta, kemény, ropogós hangon, hogy szinte az ódon falak is visszhangozták. Miután a Liszi bizottsági tag úr indítványa ellen semmiféle érvet vagy kifogást nem hallottam, kimondom a határozatot, hogy egyhangulag el van fogadva mint hogyha a hirtelen támadó orkán süvít végig az erdőn, szörnyű zúgással mozdulnak meg a fák, és gajjaik egymásba kavarodva birokra szállni látszanak, legott pokoli háborgás tört ki, száz fenyegető, tiltakozó vagy csodálkozó mozdulat keresztezte egymást a füllet sűrű, párás szinte, pépszerű levegőben, s kivehetetlen kiáltások fonódtak össze, fül- és idegbántó hangzavarrá. Még a magyarok is megütődve néztek a főispánra, majd egymásra. Poltári orráról leesett a pápa szem, legorulván a pulpitusról a padolatra, egyik üvege el is tört. Noszti a fejét csóválta. A főjegyző kirúgta maga a széket, és le akar szállni az emelvényről, míg ellenben a nemzetiségi emberek az emelvény felé csörtettek, mint a bikák a vörös posztó irányában, szenvedélyes kiáltásokkal, amelyekből csak elvétve lehetett megérteni egy és mást. Ó, oh, nem oda, Buda, nem úgy verik a cigányt. Előbb a szavazás következik. Hallatlan erőszak. Hát megbolondult, stb. A vakmerő Wolf a dütöl sápadt tarccal egyenesen az emelvényre ugrott. Koperecki egy szigorú pillantást vetett felé, és haragosan csapott a leoldott keresztben fekvő kardjára. Mit akar itt? Menj dörgé harsány hangon. Pillanatnyi csönd támad. A jogunkat akarom, kiáltá fulladozó hangot. Tessék szavazásra bocsátani a kérdést! Az már meghaladott álláspont, felelte csodálatos módon szelidre vált hangon a főispán. Én már kimondtam a határozatot. És éppen abban van a törvénytelenség, mert azon a hamis alapon mondta ki, hogy senki sem beszélt a Liszi indítványa ellen, méltatlankodott Wolf -úr, most már tiszta magyar nyelven. Fölfort az ember vére, ha látja, hogy ilyesmi lehetséges. Önökre hivatkozom, magyar testvérek, ítéljék meg, mi történt itt. Hiszen élő emberek vagyunk, vannak füleink és vannak még gentlemenek. Uram, fia, hisz reggel óta nem csinálunk egyebet, csak mindig a liszi féle indítvány ellen beszélünk, a többi közt magam is. Most meg már az őszinte sajnálkozás és megbánás külső jeleit vette fel a koperecki sunyi arca. Ó, Istenem! Szólt, mint egy magába szállva összetörte naív megszeppenéssel. Mennyire sajnálom, hogy így történt, de honnan tudhattam volna én, hogy ellene beszélt az igen tisztelt barátom, mikor én nem értek németül. Gúnyos vigyorgás ült ki az ellenzéki arcokra, erről kényszeredett kifogásra, míg a magyarok sötét hallgatásba takaróztak, melyet, mint egy kétfelé szeltakára borotva, dr. Motika sajátszerű hangja. Hát én nem beszéltem ellene, mi? Bizony meg lehet, felelt a fő is párnyugottan, de én tótul se tudok. Semmi, még pénz se fogy, oly villámgyorsan, mint a tisztelet és tekintély, ha egyszer az ember költeni kezd belőle. Égtelen hahot a támat. Mit? Hogy tótul se tud? Ilyet mer mondani? Ez már mégsem plazkum dialektika, rizum tenetis amici. No! Már ennek az egész világ tudja az ellenkezőjét fő is, pánul? Samuel fel padák Sámuel fejcsóválva. Hát nem túltárgyalt tárgyalt velem és társaimmal méltóságod a tegnap esti békítő konferencián? Kérdem, meri azt, amit különben az egész világ és ami annyi szemközt történt itt a megyeszíne előtt eltagadni? Koperecki még most se jött zavarba, se el nem vörösödött, mint egy hazugságon értek szoktak, ellenkezőleg hátravetette a fejét kevélyen, és kócsaktól a magasra emelte, hogy szólani akar. A kínos feszültség, mely erre a feleselésre következett, mélységes csendet teremtett, még a köhintéseket is leintették a türelmetlen sziszegések. hiszen lesz itt zaj mindjárt, mert egy szék fog most összetörni egy ember alatt. Ebből a slamasztikából lehetetlen már kimászni. Halljuk, halljuk. Hát, igaz, kezdi a főispán szakadozottan lassan. Tegnap tótul tárgyaltam az urakkal, és azon felül sokszor és sokakkal beszéltem. Tótul valamint még sokszor fogok, mert szeretek is tótul beszélni, de uraim, és itt egyszerre kigyúlt az arca, szinte megszépült, míg hangjában megcsendült az érc, miből közönségesen azt az apró pénzt verik, melyel a hallgatók megvesztegettetnek. Mikor én ezt a ruhát magamra veszem, ismétlem, uraim, ezt a ruhát! és megyszín bársony mentéje rubinköves köves csatjára helyezte mutató ujját. Akkor én a három istenből a negyedikben hiszek a magyarok istenében, a földtekéből csak egy kis darabnyit látok a magyar hazát, és minden nyelvet elfelejtek, csak egyet tudok, a magyar nyelvet. Noiszen támadt erre zaj, de nem ám a fő ispáni szék recsegéséből, hanem a tomboló éjen rivalgásból. A nyomott kedélyek fölengedtek, és a másik túlságba csaptak, mint a lefogott gajjak, váratlanul felszabadulva, hatalmasabb erővel és lendülettel vágódnak fel a magasba. Valóságos diadalmámor fogta el a magyarokat, tobzódtak a lelkesedésben, kendőket lobogtattak, kalapjaikat lengették, egyetlen tetszetős frázis kicsalta belőlük a tigrist, aki szörnyű fogát kivicsolítva kész ellenfeleikre rohanni. A nemzetiségiek Rögtön kicsinyek lettek és meglapultak, mint a siket malac a rossban. Csupán Ul Timóteusz kockáztatott meg egy szenvedélyes felkiáltást, de Ul Timóteusz bizonyosan be volt csípve, mert józanul nem merte volna. Önöknek tehát tetszik ez a gyalázatos törvénytelenség? Nagy méltatlankodás tört ki erre. Jó szerencse, hogy immár nem karddal járnak a megyei urak, mert úgy járt volna Ultimóteusz, mint egykor Rakovszki és Okolicsányi az Onódi országgyűlésen, ami pedig nagy kár, sőt szerencsétlenség lett volna, mert Ull úr volt a főispán napi partnere a tarok játéknál, s Ullon kívül még csak egy ember tudta tarokot tíz mérföldnyi distanciában bontóvár körül egy félszemű nyugalmazott ezredes. Bontó váron csak a ferblit játszák. Minél fogva úl úr nélkülözhetetlen harmadik volt. Sietett is a főispán elterelni róla a figyelmet, leintvén kezével a háborgást, mint Neptun a szeleket. Halljuk, halljuk! Úl, tisztelt bizottsági tag úr, törvénytelenséget emleget, amint a zajból kivettem. Nos, beismerem azon esetre, ha ő vagy társai olyan törvényt mutatnak, amelyik azt rendeli, hogy nekem németül vagy tótul kell tudnom. Úgy van, úgy. Nincs olyan törvény, éljen a főispán. Meghajtom előtte az ászlómat, ordított bele az öreg palojtai István, az ellenzék legkonokabb vezérférfia. Ezt a közbejött epizódot megint percekig tartó lelkes tüntetés követte a főispán mellett, úgyhogy csak nagy sokára folytathatta szavait. Ugyebár nem tudnak ilyen törvényt mutatni, de én meg bírok mutatni önöknek olyat, mely azt mondja, hogy a határozat kimondása után minden további fecsegés hiába való. Azért tehát menjünk tovább, tisztelt közgyűlés. Napi renden van a megüresedett voglányi szolgabírói állás, jelölöm Noszti Ferencet és Kabi Józsefet. Kabi, 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 a levegő megtelt Kabi kiáltásokkal. Száz és száz Kabi zúgott, hömpégött a teremben. A nemzetiségek összeharapták ajkaikat és kezdtek a teremből kivonulni, odakünt fenyegetőzve és lármázva, mert bent most nem lett volna tanácsos. Akik bent maradtak közülük, szintén kabit kiáltottak, tudván, hogy a főispán ellen tesznek. csak imittamot szorványosan potyogott egy-egy noszti, és az is szerényen elenyészőn. Ő méltósága összevont a szemöldjeit, mint egy haragos Jupiter, aztán kisé felemelkedett székében, kardját a hóna alá fogva. Mint hogy úgy veszem ki, mondta határozott kihívó hangon, és szemeiből zöld fény lövelt ki, hogy a többség Noszti Ferencet óhajtja, ezennel kijelentem, hogy Noszti Ferenc választatott meg. Több tárgya nem lévén az ülésnek, ezennel bezárom. A meglepetés pillanatnyira megfagyasztotta az ajkokat. Lehetséges-e? Jól hallották-e? Higgyenek-e a füleiknek? Az aprós érelmekre gyorsan vág vissza a tömeg, de a nagy injúriák, mint az erős ökölütések megszédítik az elméket. Úgy szólván levegő után kapkodtak a magyarok, és mindössze egy általános fölszisztenés hangzott. A nemzetiségek gúnyosan kiáltozták. Itt vanni, Kellett ez nektek? Éjjel ezzétek át most a pupákok! Kabi József halott halványan ugrott fel az egyik zöldasztalra. Hát engedjük ezt, polgártársak! Örökte, hiszen többségben vagyunk! A főispán eközben rendíthetetlen nyugalommal lépegetett le az emelvényről, mint aki minden dolgát jól végezte. Némelyek elejébe futottak, hogy szép szóval meggyőzzék, visszatérítsék, mások ellenben tanástalanul kiabáltak, kérdezősködtek, lótottak, futottak, szörnyülködtek és fejvesztve keresték a fejüket, a kabi Párt vezérét, az őszhajú Palojtai István, aki csak az imént rakta le hódulati szóbokrétáját a főispán lábaihoz. Hol van palojtai? Merre van paloitai? Mit mond palojtai? Halljuk palojtai? Palojtai azonban, aki a legtekintélyesebb véne volt Bontóvár megyének, s mérges ember, mint a paprika, ezúttal csak a vállait rángatta ide-oda. Hé, ja, kedves barátim, mondá végre nagy kedvetlenül az ő parasztos ódon modorában, ha megettük a fácányt, aki nagyon ízes pecsenye volt, most már bizony nyeljük le a békát is, aki nagyon keserű falat. Ebből aztán akarva nem akarva igazat kellett nekiadni. Ha az egyik jogtalanságot, mert jól esett, lelkesen megéljeneztük, most már nem lehet sírni a másikért. Így lett meg a voglányi járás szolgabírája Nosztiferi. Persze, Suba alatt sok szó esett erről ezután is, és ha Nosztiferi annyit csuklott volna, ahányszor a napokban emlegették a nemesi kurjákon és egyebütt, nem éppen hízelgő megjegyzésekkel, a doktorok bizonyára nem eresztik útnak tél közepén. Mint hogy azonban éppenséggel nem csuklott, és teljesen egészséges volt a főispánnak arra a sürgőnyére, hogy szolgabírónak választottott. Jöjjön a hivatalát elfoglalni, legott útnak indult, azaz előbb még egy uzsorást hajszolt fel a két szerencse utcában, akiből egy kis kölcsönt csiholt ki az újállásra, amelyel az utolsó estén kövére butiköltséget próbált szerezni a koronabeli kártyaszobában. Mint hogy azonban a szerencseisten asszonya mögött nem Koperec hanem ellenkezőleg ő mellette ült egy úgynevezett szemves gibic, aki a kezei és a szemöldökei mozgatásával minden kártyáját ki tudta fecsegni titkos egyetértésben az elleni játékosokkal, reggelre csak annyi pénze maradt, hogy a vasúti jegyét megválthatta. Sokkal könnyelműbb volt, mint sem ez lehangolta volna. Semmi az, hiszen Bontóváron már ott a sógóra, aki hozza. Fellengős tervek és remények ringatták. Most végre megfogta a szerencse anyját. A raj majd utána jön. Milyen csodás véletlen, hogy éppen a voglányi járásban lesz. Alsó és is oda tartozik. Tehát a legtermészetesebb módon jut be a Mariék házához is. Szapriszti, ez olyan szépen következik egymás után, mint ha ő diktálná, vagy még jobban. Kíváncsi volt, mit szól mindezekhez Máli néni, akivel élénk levelezésben állt, is, akinek még pápáról a vendéglőből megírt a hosszú levélben, a findura szőlőjében lefolyt kalandot, Máli néni azt felelte, akkor röviden ne semmit többé, meg sem ott ezentúl a fűmag el van vetve, várd meg nyugodtan, mi kikel és megnő, hogy széna legyen belőle, szerencsés kópé vagy. A szerencsés kópé megérkezett és nyomban a házába ment, ahol éppen nagyban tisztogattak a főispán lakó osztályaiban. A főispánnét várták, aki holnap érkezik meg a kis Izrael báróval a Krapeci kastélyból fehér ruhás leányok és a helybeli úrnők Bécsből rendelt kamélia fogják várni a vasútnál. A fő ispán nagy patáliát csapott, hogy minek pusztították el a szobájában lévő pókhálót is a tisztogatás révén. Hogy engedhetted azt, te mamlasz? Ez bubenyiknek szólt. Hát nem tudod, hogy az a pók nekem kedves állatom volt, akit órákig elnézegettem, mikor már tőletek megundorodtam? A leghívebb barátomat öltétek meg, őtőre tanulgattam a szövést, aztán micsoda hasznát vettem csak az ősszel is, mikor még nyitva lehetett az ablakokat tartani. A beszálló legyeket mind elfogdosta, felfalta, egyiket se engedte, hogy engem molesztáljon, és most vége van. Jól van, bubenyik, most az egyszer elnézem a dolgot, hanem ha valamikor itt legyeket találok, azokat neked kell megenned a pók helyett. Isten engem úgy segélyen. Nini, hát megjöttél, szervus, sógor! Elmehetsz, bubenyik! Kötelességemnek tartottam a sürgőny folytán, mondta az új szolgabíró némi szertartásos ízzel, és mindenek előtt hálás köszönetemet fejezem ki a megválasztásért, nagyon kedvesen lepett meg. Majdnem egyhangúan ment, mosolygott a főispán, megrázva a sógor kezét. Nem az én érdemem, szerénykedett Feri, ősök érdeme és a noszti név nimbusza. Nos, úgy értem az egyhangúságot, Amice, hogy az én hangom, akárhogy kiereztem is, csak egy hang. A fő az kérlek alásan, hogy megvagyok. Világos és természetes. Napóleonon se kereste az ördög, se miként lett első konzul, de császár korában nem kereste, mert akkor nem volt már tanácsos keresni. Te azonban egyelőre még nem vagy császár, sőt, én magam sem vagyok. Azért tehát jó lesz magadat mindenek előtt egy kicsit megszerettetni, azért sürgőnöztelek fel, hogy azonnal láss hozzá. Szívesen tenném, de hol kezdjem? Ezt is megmondom. Leteszed az esküt, ami rendszerint hamis esküt, mert azt egy szolgabíró se tartja be, de ezt az Isten nem is kívánja, van annak egyéb dolga is, mint a vármegyő adminisztrációját figyelemmel kísérni. Annál inkább kívánják ennek az eskünek a benem tartását a járás befolyásos bizottsági tagjai, ezek a lillipoti oligarchák a maguk két vagy három száz holdján. Máskülönben kimarnak, elüldöznek, gáncsot vetnek, fegyelmikbe mártanak, s a pokol lesz az életed még itt a földön. Azért tehát látogatásokat teszel a járásodban, az előkelő embereknél is, igyekszel szeretetreméltó, kedves embernek mutatkozni. Mm -mm, persze, hanem Tudom, mit akarsz mondani. Ahhoz fogad kell, és csinos hajdú a kocsi ülésre, aztán egy kis apró pénz a borravalókra és a kártyára, mert azt csak nem mondhatod, ha tarokkozni hívnak, hogy nem tudok. A tudatlan ember ne vállaljon megyei hivatalt. No, ugye ezt akartod mondani? Bölcs halamon se beszélt különben. Méz és szín bölcsesség csurog ajkaidról. Ami a többi illeti, az mind meg lesz magától. Lakást kivehetsz voglányban, az elhalt szolgabíró házát kiadja az árvaszék, gazdasszonyt ellenben ne fogadj, mert azzal hírbehoznak, ha olyan vén lesz is, mint a vatuzsálem hátra maradt özvegye. Kostra egyéb iránt nincs is szükséged, mert a szolgabíró a járásban mászkál, és mindenütt etetik, mint a pókot. Képzeld se, milyen mérgen van. Kisöpörték a kedves pókomat, akinek itt volt a hálója az íróasztalon melletti ablaknál. A fő is pókot. Ha, ha, ha meg tudja, Clementi egy humoros újdonságot ír róla. Ismered Clementit? Nem. Ó, bárcsak én se ismerném. De hogy a szavamat ne felejtsem, hát mondom, ne tarts gazdasszont, és egyáltalán ne vigy háztartást, mivel ma itten, hónap ottan szépen kitartanak a kúriák és a kastélyok a hajdúval együtt, csak valahogy el ne a hajdú előtt, vagy a kisasszonyok stambuchjaiban, hogy melyik a kedvenc ételeid, ha csak nem akarsz egy évben 710-szer lekváros derejét tenni, vagy káposztás kockát, az szerint, amint a hajdú megsúgja, akit a háziasszonyok ez iránt kivallatnak. Tézs meg neki 25 bot vagy halálbüntetés terhe alatt, hogy e tekintetben nézetet nyilvánítson, és olyan változatos kosztod lesz ingyen, majd meglásd, mint egy kanonoknak. Megengedem, kedves Izrael, de hát a többi. A többiről én gondoskodom. Még hajdúd kocsist is fogadtam már a számodra. Te vagy a világ legédesebb sógora, áradozott mastiferi, és a legkörültekintőbb főispán. Először is itt van egy százas, ezt egyelőre kölcsön adom nyolcas kamatra, mert ne gondolt, hogy engem szipolyozni fogsz. Amit eddig adtam, mind föl van jegyezve a fizetet utána a kamatokat, majd ha lesz miből, hiszen talán lesz. Jelentősen hunyolított rá a bal szemével. A lovaidat az én saját nevelésű tátosaimból válogattam ki. Tudni, Lika a rosszát válogatta ki. 700 forint az áruk, sógorok közt, mert olyan kényelmi embertől, mint te, ha ugyan volna, egy másik 700-at is megkapnék. A bricskát pedig krapecről hozattam. Nem új, mert az nem is gavallérnak való, azt hinnék, ha új volna, hogy csak most kezdesz úr lenni, pedig annak a színének kell lenni, hogy folytatod. És arra fölséges egy ócska bricska, olyan, mint az öreg nemesség. Egyéb iránt kitataroztatta bubenyik, úgyhogy jobb az újnál, és újból ki van lakkozva, olyan, mint egy izé, mint egy kalitka. Ezt a szót húzta ki elméje szűkös szótárából, mert legközelebb feküdt a valósághoz, mint hogy otthonuk rapecen, tyúkok és másféle házi szárnyasok tanyáztak és költöttek benne. Feri urat meglehetősen lehangolta, és szinte az egekből rántotta alá a fogat vázlatos rajza, de nem szólt, csak a bajuszát pöndörgette kisé idegesen. Mindezeket az apádnak ígértem meg, folytatta. Egy koperecki pedig vagy meghal, vagy megtartja szovát. Notta benne a bricska ára 250 forint, a hámot ellenbe kölcsön adom ideiglenesen, de ha szétszaggatjátok előre, megmondom 70 forint az értékem, mert Clara Pacta Amici édesferim, nagyon tetszeni fog neked az egész úri készség éppen egy szolgabíróhoz való. Egész életedben áldani fogsz érte, hanem azért ne bízd el magad túlságosan az atyafiságos érzületeimben, mert már hallhattad is, hogy én egy kicsit bolond vagyok, ezt a nővéred is bizonyíthatja, ha nekem nem hinnéd, mondtam már, hogy holnap érkezik? Nem. No hát mondom, megjön és egy nagy bál lesz nálam a farsangon. Természetesen te is részt veszesz rajta, de nem erről van most szó. Arra akartalak hinteni, hogy ne vízd el magadat az érzelmemben, mert ahogy most a főispánnál jelentkeztél és a solgort találtad, úgy is csöppenhet, hogy a solgórhoz jössz egyszer vagy másszor egyben vagy másban, és a főispánt találod magad előtt. Most pedig elmehet a szolgabíró. Úr. Bubenik majd elvezeti a kék golyóba, ahol a lovai és a cselédei vannak. Fizesse ki a számlájukat, és menjen a járásba egyelőre csak ismerkedni. Noszti engedelmesen sarkon fordult előjárója szavára, és a kéznyújtást se várva sietett az ajtó felé. Kopereckinek tetszett ez az engedelmesség, és nyájasan szólította vissza. Maradj kérlek még egy kicsit. Látom, jó tisztviselői matéria lappank benned, eltaláltad a helyes ösvényt, és nem akarsz visszaélni a rokoni összeköttetéssel, amitől megvallom, fáztam egy kicsit. Hát, ülj le most már, végy szívalt az agyaradra, míg kikeresem számodra a hasznos útmutatást, azt ingyen adom. Kinyitott egy fiókot az íróasztalban, sokáig kutatott, kotorászott benne, és káromkodott, hogy nem találja felváltva itt a bubenyikot és malinkát, míg végre megsokaltak el. Ugyan ne fáradj, kérlek Alásra, majd megveszem útközben a könyvkereskedésben. Mit veszel meg a könyvkereskedésben? csodálkozott a főispán. Mi egyebet, mint a közigazgatáshoz szükséges új mutató kézikönyvet, vagy nem azzal akarsz meg Elnevette magát Koperecki, és kedélyesen hátbaütötte sógorát. Ó, jaj, te golyó, miféle bolondságokon jár a te eszed? Isten ments, hogy én terád rád könyvet tukmáljak. Egyet tanulj meg lelkem, hogy patikából szeretni, könyvből országot igazgatni, romlásra vezet. Honnan tanuljam hát meg a közigazgatást, hiszen tudod, hogy sohasem foglalkoztam ilyesmivel? Hogy honnan tanuld meg? Ej, hát minden egyéb megtanít arra csak a könyv, nem? Megtanít például a bricskád, mert ahol nagyot zökken, ott kátyús az út. Hát elrendelet, hogy csinálják meg. Ahol a lovad megbotlik, vagy visszahökken a hídon, ott bizonyosan valami baj van, vagy a korlátfán, vagy a híd dongákon, meg kell csináltatni. Ahol a pajták lyukain kivantolva a kocsirúd a közlekedési útra, úgyhogy a sötétben felesnének a pityókos emberek, elrendeled a kocsi eltávolítását a rúd különbeni elfűrészelésének terhe mellett. A közigazgatás a legkönnyebb dolog a világon, látni kell tudni és parancsolni, ez az egész. Azon felül tapintatos legyen a szolgabíró. Ha valami üdvöset csinálsz, csináld nagy kültöréssel, nagy nyilvánosság előtt, ha valakire 25-öt vágatsz, gondoskodj róla, hogy ne legyen hozzá tanul, mert most már állítólag nem szabad botozni. Nem a miniszter, hanem az újságok miatt. Ahol rend nincs, rendet kell csinálni. Ahol az igazság erősebb, mint az emberek, ott az igazságot kell a nyerekbe ültetni. Ahol ellenben az ember erősebb, mint az igazság, ott az illető ember pártjára állasz. A legnagyobb tudomány tehát az embereket ismerni a talpuktól kezdve a fejük tetejéig, és arról szól fráter az én hasznos új mutatásom, amit keresek, de itt is van már. Elbújt a kutya a sokostoba írás közé egy kis paksamétát húzott ki, és abból kikereste a voglányi járásra vonatkozót. Ez az, mondá jelentősen, ezt tanuld meg, mint Bibliát, és kövest, hogy hosszú életű légy ebben a járásban. Szólt pedig a hasznos útmutató a járásban lakó előkelőbb és szájasabb családokról, valamint azokkal való diplomatikus és célirányos viselkedésre és bánásmódról ilyen formán. Mezernye. Briskai Péter, 300 hold. Szereti a latin klasszikusokat, egyéb nem imponál neki, erős kálvinista, gorombáskodni kell vele, a mézédes embert utálja. Voglány. Vraca Károly meggazdagodott fűszerkereskedő, hívó ember, Pertukel kell szólítani, és tehetsz vele, amit akarsz. Bárkányban. Török Gábor nagybirtokos és nagy szamár dicsérni kell a juhait és rendelni a saját készítésű édes pálinkából. Kaszád Korgó Dániel, négy száz hold, sok atya fia van, szidni kell őket előtte. Alsó rekedjés. Tóth Mihály demokrata, bolondos nézetekkel jó ember használható, bár nagy befolyása még nincs, a nagyzolást nem szereti. Drenk. Palojtai István, Nagy Portentum, buzgó katolikus és erős antiszemita. Ám bár kurucvéralkatú, az uralkodó házat nem szabad előtte ócsárolni, mert Károly Albert főherceg, akinek vadászterülete van a megyében, megszokta hívni vadászataira, és ilyenkor vendégül is betér a házához. Erre igen büszke, de különben is sok bogara van. Így ment ez véghetetlen sorban éveken keresztül az összes bizottsági tagokról. Némely helyütt kényes és sikanlós instrukciók is előfordultak ilyen félék. Meg kell a menyecskét fogdosni, imittam a vén szereti, ha nejét idegenek kívánatosnak tartják. Ugyancsak szigorúan óvi, ha hasznos útmutató a vele ne nehogy miklós Miklóstól a családja után tudakozódjék, mivel hogy az egyik kisasszony a Rómában van, Beszterce bányán, a feleségétől pedig válik. 17. fejezet. Nagy mulatság a drenki öregeknél. Ez az egész elaborátum ugyan a főispán részére készült, Fincsa asszony adatbéli hozzájárulásával, de kiszakítva belőle pusztán a voglányi járást, Noszti Ferenc is vehette. Illő szófogadással mindenben ennek alapján kezdte egy működését járásában, mindenek előtt Palolytai István keresvén fel Drenken. Az öreg úr Ódon lakott a falu végén. Különben minden Ódon volt kerülötte, öreg favoriások meredeztek égnek a kertben, divatból kiment, csézák és bricskák álltak a kocsiszínben, valamennyi a legjobb karban, mert mindent kímélt és soha semmit se változtatott. Még a ruháját is mindig ugyanabból a posztóból vágatta. A cselédei hasonlóan többnyire véntuskók voltak, egy bérese száz és két tavaszt számlált. Arcképe gondolom meg is jelent a vasárnapi újságban. Valaha a Simonyi regimentjében szolgált, mint huszár, és mutogat is őkel, mely egy makrapi pát, amit a híres verszái zsákmányolásból emelt, mely szerinte valamelyik francia király lehetett. Alig, hanem a 14. Lajosé incselkedett az öreggel paloitai. Darujóska ebben az időben már semmit se dolgozott, csak pipázott, abból a fent említett tajtékpipából, és nyáron a gyümölcsösre ügyelt, ami nem volt valami fontos feladat, mert a gyümölcsfák is elaggottak, és nemhogy gyümölcsöt hoznának, de már virágozni is lusták voltak. Bent a házban is ócska és kedves volt minden, a kájhák, a bútorok és maga az asszony is, jóval öregebb az uránál, mint hogy Palojtai az első felesége halála után annak anyját vette el, hogy együtt sírathassák az elköltözöttet. Az anyósa, aki már a nyolcvan körül járt, olyan eleven fürge volt még most is, mint egy fűrjük. Egész nap sürgött, forgott, tetvett, bodros főkötője szinte csillogott a fehérségtől. Keményre vasalt szoknyái vígan suhogtak, az ővéhez tűzött kulcsok fiatalosan csörömpöltek. Az egész megyének ő volt a legtiszteltebb matrónája, kinek hírnevét csak emelte. Csodálatos karrierje, hogy anyósból feleség tudott lenni. Bajzán nyelvek azt beszélik, hogy Károly Albert főherceg látogatása is, amit roppant irigyeltek tőle a mágnáskodó nagyobb családok, arra a kíváncsiságra vezethető le, hogy ezt a világra szóló anyóst akarta látni ő fensége. Palojtai ezentúl is mamának hitt a feleségét, és példás szeretetben éltek együtt, bár hold holdföldjük volt. Mégis a kisebb nemesekkel és latejnerekkel barátkoztak a rangtartó uraknak, nosztiéknak, rágányoséknak, homlódiéknak, hortoknak fittyet hányva és innen az óriási népszerűség, mely palojtait és fruzsina környezte. Zivankos idő volt február elsőjén este felé, mikor a Nosztiferi kocsia befordult a Bontóvári útról Drenknek. Nagy hóbundat akarta a mezőket és az utakat, csak a varjak feketé lettek a csillogó fehérségen, és a falvak szélein a disznó pörkölési helyek. Noha az új fogaton sok kifogás vonivaló volt, most mégis nagy ketteléssel hajtotta Feri orosz trappereket képzelve élénk fantáziájával a pejkók helyére. Erősen elhatározta magában, hogy az új hivatallal ő maga is új, komoly emberré lesz, de úgy járt, mint a szenvedélyes alkoholista, mikor pálinkás bugykost lát, mindjárt visszaesik régi nyavajájába. Amint markában érezte a gyeplőket, keblét legott gentry érzelmek kezdték magasra dagasztani. A cikázó csengőbongó szánok, melyek részén megelőzték, részén szembesiklottak, felköltötték benne a rossz démont, és azt jártatta mindenek felett eszében, miként tehetne annyi pénzre szert, hogy egy mutatós négyest szerezhessen. Barátok szerzése volt útjának a célja, ezt kívánta tőle a sógor. Nagyon helyes. De aztán így egészítette ki az alapgondolatot: barátokat szerezni, akik zsíráljanak neki. Az eskü emléke, melyet apjának tett, hogy soha se veszi többé igénybe a váltókat, a csengős fogatok zajába fult. Palolta és őszduhányt vágott nagy az asztalon. Fruzsina mama pedig a befőttes üvegek felett tartott szemlét, mikor az asztal alatt heverésző Mászlás nevű híres vizsla morogni kezdett és nyugtalanul hegyezte a füleit. Mint hogy Palojtai és Veleség egy kicsit nagyot hallottak, a vizsla mindig velük volt, és ő jelezte, ha valaki érkezett odakin. Vendég jött, mondd Még pedig idegen, jegyezte meg Palojtai, mert megyebeli úri ember mind tudja, hogy hónap kell jönni. Hmm, bizaz finánc is lehet, be kell takarni a dohánykát. Hamar ráterítettek egy abroszt, és azzal a vendégelés jettek volna a szobába, hogy itt ne érje őket, de a jött csinos fiatalember megelőzte őket, hirtelen belépett, zúzmarásba jusszal, kivörösödött fülekkel és orral. Kívántam tiszteletemet tenni kedves uram bátyámnál és édesasszony nénémnél, szólt magát illedelmesen meghajtva. Isten hozott, kedves öcsém, kiáltott felérénken a gazda, de neved rossz néven gyöngülő emlékezetemnek, hogy nem tudom voltak éppen ki vagy. Noszti Ferenc az új szolgabíró vagyok. Az öreg úr meghökkenni látszott egy kicsit. este bestelélek, hát te vagy az, akivel a törvényt pofon Frusina mama közbelépett, eltaszította a pajkos dévánsággal az urát a fiatalember elől. Eredj, te hóhér, még bizony nem általod összeszítni az öcsémet a részeges kabi miatt. Ezzel megölelte Ferit, és egy atyafiságos csókot cuppantott az orcájára. Sokat táncoltam valamikor az apáddal, szólt és szemtől szembe figyelmesen nézegette jöttet. Éppen ilyen volt valamikor. No, ha az apád képét viselet fiú, kacagott fel az öreg úr kedélyesen, mint egy nyitányú, hogy most fog élcet mondani. Akkor viseled az én képemet ismét bár nem szavaztam rá, ez idő szerint apád a képviselőm. Hozdidább hát azt a fizonómiádat, mely voltak éppen az én fizonómiám, hadd csókoljam meg magamat. És most már ő is összecsókolta az új szolgabírót hanem azért tovább is tetette magát, hogy haragszik, és el is kezdte legottan indokolni. Hát, nagyon ráméjeztettél, fickó, mert tudd meg, hogy magyar dohányt vágtam odabent a másik szobában, és minthogy ez tilos cselekedett, ilyenkor fázom a hatósági közegektől, még a szívem is elállt dobogni. Legalább nem kopik addig, felelte Feri. Egyéb iránt én örök hallgatásra kötelezem magamat. Nem ér semmit. Ennek csak egy orvoslata vagyon, Folytatá az öreg úr, ha az illető hatósági közeg is beáll bűnrészesnek, vagyis aláveti magát annak a szabálynak, hogy velem együtt szívja ki a felvágott dohányt. Nos, ráállunk? Attól függ, kedves bátyám uram, hogy hány pipányit vágott fel? Hát, egy néhány pipányit. Mégis mennyit? Lehet, vagy kétszáz pipára való. Csi hisz az egy hétig is eltartana. Attól függ, hogy milyen pipás vagy. Csak egy fél órára jöttem, uram, bátyám, hogy magamat bemutassam. Baland beszéd, lássa vacsora után, fruzsinka, nem lehet én nálam, fráter, egy fél óra alatt bemutatkozni, ne néz engem olyan semmi embernek, mert én a szolgabírámról minden áron tudni akarom, hogy iszik, hogy kártyázik és hogy táncol. Na, jól van hagyta rá Noszti hegyként belevetve magát egy karszékbe. Hozza hát ide, bátyám, azt a pipát, hagyja ő csak rá, aztán holdvilágos este van, elmehetek én éjfélkor is, szívesen teljesítem a kívánságát a vacsoránál. Megpróbáljuk az ivást, és egy kicsit kártyázhatunk is. Látom, hogy jól nevelt ember vagy hékás, de ne kezd a hivatalodat mindjárt sikkasztáson, mert a táncolást már úgy látom, el akarod sinkófázni hiszen nem vagyok én medve, hogy bátyám uram mindenképpen meg akar táncoltatni. Medve bizony nem vagy, hanem gavallé, csak talán vagy, és annyi szép lány és menyecske lesz a környékről holnap, hogy még a sánta ember lábai is megmozdulnak. Holnap van fruzsina a születésnapja, ezt aztán emberül szoktuk megtartani. Aki kabátos ember van a vidéken, az mindig lesz, ha csak nem ágyban fekvő beteg. Azt a csúfságot hát nem teszed az én öregemen, hogy ilyenkor menj a házból. Hát persze, hogy nem megyek. No, már ezt szeretem. Jól fogsz mulatni, majd meglátod. Itt lesz a cigány is Bontóvárról. Most küldtem elértük értük két béres szekeret és tizenkét bundát, hogy meg ne fagyjanak. Hol veszi uram bátyám azt a sok bundát? Eset jubőrökből fércelik össze erre az alkalomra a szolgálóink. Noszti tehát ott maradt éjszakára palójtai miközben igyekezett az öregúr kedvében járni a hasznos útmutató szerint szítta a zsidókat és szóba hozta a főherceg látogatását, ami kedvenc beszélgetési tárgya volt palójtainak. Ettől rögtön bőbeszédű lett, elmondta, hogy itt volt ennél az asztalnál, s fruzsinomamát arra kérte, hogy magyar ebédet főzzön neki, hát főzött is neki pörköltet, töltött káposztát és túros csúszát úgy beszélsz, fortyant fel palójtaini, mint a egyéb se lett volna. Persze volt egyéb is. Egy teljes francia ebéd, de ez most nem tartozik a tárgyhoz. Azt akarom mondani, hogy a pörkölt ízlet neki. A túlos csúszától azonban visszariadt, mikor megkóstolta. Ó, Istenem, szólt. Olyan ízű, mint a mosott ruha, Általában különös emberek ezek a főhercegek, soha se tudhatni, mi tetszik nekik. Más vér folyik az ereikben. Mikor először jelentette be ezelőtt hat esztendővel, hogy a vízivadászat vadászat idejére hozzánk száll, egy csomó anekdótás könyvet hozattam Pestről, Bécsből, hogy az ötleteket megtanulva tudja, mivel mulattatni. Bevágtam úgy szóvászorúszóra a könyveket, és ebédnél vagy vadászat közben próbáltam elmondani, egyet-egyet, ha valami aprópóra került, de a főherceg hideg maradt, mintha fából volna az arca kifaragva. A legkacagtatóbb történetnél meg nem jelent azon egy fiamosoly sem, hogy él csak az ásításából és a pillái rezgéséből látszott. Már-már kétségbe estem, hogy olyan kedélytelen és semmivel sem bírom felrázni, míg véletlenül valami elhalaszthatatlan teendőm jutott eszembe, mint hogy rossz a memóriám, nehogy elfelejtsem, Kihúzom a ceruzámat, és az ing manzsettára jegyzem fel. Mit ír ön? kérdezte. Megmagyaráztam neki, hogy rendesen ide szoktam jegyezni egyet mást. Pompás gondolat, mondá, ezt én is megtanulom. Iskolás koromban szoktam meg, folytatom, mert ide jegyeztem ki leckénből a hogy a tanárokat bolondát tegyem. A főherceg édesdöden kacagott fel. Das ist gut, kiáltott fel. Sehr gelungen, és megint csak kacagott, hogy a ház is rengett, és a könnyei potyogtak. Ezzel aztán egyszerre, mintha a fejembe lőttek volna, kitaláltam, mi kell a főhercegnek. Sorra előszettem hajdani diák és a másokéit, ostoba sületlen lappáliákat, melyekben mindig a professzorok húzták a rövidebbet, és amelyeken senki se nevet már napjainkban. Kifogyhatatlan derültség kísérte ezeket, őfensége fel volt, villanyozva, hahotázott, tombolt, hanyat vágta magát a kanapén. Kijelentette, hogy egész életében nem mulatott még ilyen jól, és nem talált ilyen kitűnő vadász cimborára egy nappal meghosszabbította nálam való időzését, és azzal búcsúzott el, hogy megint eljön hozzám, mihely teheti. Innen van az én barátságom, a főherceggel édesöcsém. Meggondolt, hogy én valami különös vagy szeretetre méltó férfiú vagyok, akit ki akart intetni, vagy akiben beleszeretett. Mindössze eltaláltam a gyengéjét az ő gyengéje és bizonyos pszichológiai igazságon nyugszik. Neki minden ember a nagyuraktól és államférfiaktól kezdve az apró emberekig mindig csak kellemeset mondott és tett, kivévén gyerekkorában a nevelők és professzorok, ezek az ő életét is megkeserítették, ők tehát az egyedüli ellenségei e földön. Minél fogva minden epe, harag és rossz akarat, mely egy emberi szívben szükségképpen megterem, míg nálunk eloszlik ezer felé a szegény jámbor főhercegeknél pusztán az ártatlan professzorok nyakába szakad. Azért mulatott jól az én diák csínyeim, mint ahogy te mulatsz most az én előadásomon, mert te meg az én gyengémet találtad el. Vacsora után Fruzsina mama mindjárt lefeküdt, bocsánatot kérvén, hogy holnap mozgalmas nap vár rá, a tyúkokkal fekszik le, hogy a kakasokkal kelhessen. A két úr ellenben sokáig beszélgetett a borocska mellett országos és megyei közügyekről, ahogy ez már szokás, magyar anyától született emberek közt. Szétták a németet és a zsidót, majd kifogyván a témákból, az örök forráshoz, a kártyához nyúltak, néhány parti pikétre vállalkozván. Palojtai kimelegedett a somjóitól, Tóth Mihály termése, dicsérte a gazda. Ingui rövet csinálta hatvanasokat és kilencveneseket, már szinte az éjfélhez járt közel az idő, mikor valami kopogtatás féle hallatszott az ablakon. A gazda megrángatta a falon levő zsineget, mely a szomszéd szobában alvó inasnak szólt, állítólag a lábára volt kötve a zsineg másik vége, mert az inas, Mucskó Berti szintén nagyot hallott, túllévén ő is a nyolcvanon. Nagy lassan előkullogott ásítozva. No, mi a szó? Kérdé nem minden bosszúság nélkül. Nézd csak meg, apuska, mondá, a gazdag kártyáit igazítva. Valaki az ablakon kopogtat már harmadicban, és nem lehet meglátni, mert jégvirágos az üvegtábla, kinyitni pedig nem akarom, mert kivagyok melegedve. Hát én nézem meg, ugye? Mert én nem vagyok kimelegedve, ugye? Bizonyára te is kivagy melegedve, apuska, de te nem kártyázol, Rájész felöltözködni és kimenni, hogy tájékozást szerezhes, hogy ki az és mit akar. Az inas kicammagott kedvetlenül dörmögve, és elmúlt vagy negyed óra, még visszatért. Ki volt, mit akar? Csak nem vendég, egy zsidó fiatal ember. Micsoda? Ugrott fel Palojta egy dühösen. Hol az a korbács? Hát kocsma az én házam? Hogy ki vagyok én, hogy énnek évadján rám merjen kopogtatni? Elnye mordizom, adta ez már több az egynél. Hol van? Erezd rá a kutyákat a láncról. Itt van az előszobában. Beeresztetted én hozzám? Most éjjel, hát meg vagy te veszve a puska. Hát nem tudod te, hogy én antiszemita vagyok. Korbácsolt ki azonnal te vényszamár. Már az pedig nem teszem. Felelte mucskó nagy flegmával. Mit nem teszed? S villámok jelentek meg a szemeiben. Amit én parancsolok? Az icik zsidóné fia, azért a szegény özvegyasszony, templom mellett lakik a rozzant házikában. Mit bálom akárki? Hogy mer ide jönni ilyenkor hozzám? Hát úgy, mert hogy az anyja hirtelen nagyon megbetegedett, talán a halálán van, és borostyán csöppeket jött kérni a tekintetes úrhoz. Hmm. Szólt palojtai megjuhászodva. Az a beteges soványasszony az ugye, aki némi fűszerrel és nyáron gyümölcsel kereskedik, és úgy tartja fenn az apró gyermekeit. No, hát adunk neki borostyán csöppeket, küld be azt a süldő zebedeust. Egy 16-17 éves kamaszt tuszkolt be kisváltatva az apuska, aki vagy a hidegtől, vagy a félelemtől reszketve állt meg az ajtónál, összehúzván mellén a kopott zöld női viklert, melybe be volt burkolva. Mi baj az anyádnak? kérdé palojtai. Görcsei vannak, szólt siránkozó hangon, már napok óta igen gyenge. Ki mondta, hogy borostyán csöppeket vegyen? Ezek szokták fájdalmát enyhíteni, de nekünk nincs, elfogytak. Palojtai szekrényében tartogatta kézipatikáját, Onnan vett ki egy kis üveget, amelyből átöntött valami keveset egy üres üvegbe. Ered, siess velük, aztán jó volna, ha egy kis bort az anyátokkal. Van borotok? Van otthon, árulunk azt is. Azt igye meg a béka, meg a kutya, amit ti árultok, hanem egy kis erős tokai bor kellene a betegnek. No, megállj csak, mit csináljunk csak? Az öreg úr a fejét kezdte vakarni. Hogy az ördög vigye el az anyádat, még utoljára is nekem kell lemennem a pincébe. Nagy hideg van oda, napuska, mi? Borzasztó hideg van, felelte mucskó. Azért mondod, imposztor, hogy te szeretnél lemenni a pincébe. Nem találtam el mi. Nix, nix, fráter, neked már áltanak az ilyen expedíciók, öreg vagy, és ha teleszopod magad két napig alszol után, nem lehet hasznodat venni, majd csak magam potorkálok le. Add rám a bekecsemet, és keresd elő a kulcsokat. Hadd hozzak annak a betegasszonynak egy pár kortyot. Így, most jól van. Erre előre, világíts a gyertyával. Te pedig vigyázz, csém, ez a szolgabírónak szól. Hogy ez a fickó valamit addig elnalapjon, te pedig slajmi, ez a zsidó fiúnak szólt, eredj közelebb a kájához, és melegedj meg. Az öreg úr csak ugyan nem restelt a térdigérő hóban végig menni az udvaron, és a melléképület mögött a sziklába vált pincébe, s felhozni egy kis iccés üveg tokai eszenciát. De nehogy megkostolult közben te gazember, figyelmezteti a suhancot, átadva neki az aranyszínű folyadékot, és nehogy egyszerre találd az anyáddal megitatni, mert menten táncra kerekedik, és férhez megy. Ha már egyszer lent járt, bizony egy kis altatót a maguk számára is hozott, megtöltött két kis porrat, és kocintott a vendégével. Miértünk is meghalt a Jézus Krisztus, jegyzé meg kedélyesen némi felköszöntés gyanán, azaz, hogy megfeszítették a zsidó. Úgy ám, de uram bátyámnak ez nem mindig jött eszébe, mert úgy látom nem olyan nagy antiszemita, mint amilyennek tartják. Mit beszélsz? Csodálkozott az öreg. Hogy én nem vagyok antiszemita? Hát hogy ne volnék egy antiszemita? Mindig ellenük beszélek a megye üléseken, hiszen majd meg fogod te azt hallani. Mi a figy fenét ér, ha aztán olyanokat tesz, mint aminek az imént tanulja voltam? Palojtai furfangosan mosolygott. Nem értette a csíziót a csém, mert látod, úgy van az, hogy én alapjában borzasztó antisemita vagyok, de csak azokra a zsidókra haragszom, akikre én szorulok rá, azokra, akik én rám szorulnak, nem haragszom hogy így kivágta magát erre a dicsőségre, még egy-egy kupica tokait kellett felhajtani Szent János áldásának, még mikor lefeküdt és a gyertyáját eloltotta is egy szép cirádás ezüst koppantóval, sokáig hánykolódott elmélkedvén párnái között, hogy milyen bolond ember ez az új szolgabíró, aki még őt se tartja igazi antiszemitának. Hát érdemes a közügyekben fáradozni. Reggelre nagy nyüzsgés mozgásra ébredt Nosztiferi. Talpon volt az egész ház. Mozsárdöngetés, habverés, zaj, a malac sivítás, baromficsipogás hallatszott a konyhai helységek tájáról. Az udvaron cserédek lótottak, futottak mindenféle nyelveken kiabálva, mintha a Babilon tornyát építenék, és valamennyi fölött, mint valami tábornoki parancsó uralgott a fruzsina mama hangja. Sertést forráztak, távolabb a kamra előtt őzet és nyulakat nyúztak az ámbituson. Aztán a vendégek kezdtek érkezni, és a megye távolabbi részéből csörgőbongó szánokon, nehézkesen gördülő nagy batárokban. A bemutatkozásoknak nem volt se hossza, se vége. Az urak kártyapartikká alakultak át, az asszonyok plegykázó kompániákká. Oda az istállók előtt mágia tüzet gyújtottak meg, hogy a vendég cselédek meglegedjenek körülötte. Ebéd után a közeli falvakból is ömlöttek a vendégek, úgyhogy hova tovább szűkebb lett a lakosztály, mivel hogy télen csak az innenső részét lehetett szobáknak használni. A kúriát a híres utazó Palojtai István úr öregapja építette, nagy fantaszta volt és talán Perzsiában is járt, ahol a sah palotájáról vett a bőrleszk ötletet, de akárhogy volt is, miért tette elég az, hogy a Pasomán nevű patakot, mely átszeli a kertet, keresztül vezette a fundamentum falba illesztett rostozaton a szobák egy részén, úgyhogy keresztül folyik rajtuk, és hűsen tartja őket. Nyáron például úri élvezet a patak csörgése mellett szundikálna díványon vagy csibukozni, azon felül pisztránk tenésztést is próbáltott egy leleményes ős, hanem be ezek télen nyírkosak és moktól zöldek, fölfelé pedig penészesek lévén a falak, nem csak kifűthetetlenek a szobák, de nem is használhatók. Enne a falak dögletes kipárolgásától, aki most ott töltene egy napot vagy éjszakát. Bízvást elterülhetné a király a halálos büntetést, ha ilyen börtönei volnának. Így viszonyok mellett csak néhány szoba jutott a vendégeknek, s amint egyre gyűltek, mindig több-több bútort kellett kivinni. Ágyak, almáriumok apránként kikerültek az udvarra, a hóra. Ilyenkor csak a székeknek van becsületük és egyetlen professzor lenne most, akire Palojtai bácsi nem mondana élcet, még a főhercegő fenségeket vért sem. Tudni, még hatvani professzor uram, aki ismerte azt a bűvös fordét, hogyan kell a kicsin szobákat tetszés szerint egy pillanat alatt megtágítani, öblös palota termekké. Torzomborz bácsik, öreg matrónák, szép fiatal leányok, délcek fiatal úrfiak fejtőztek ki rendre a különféle bundákból és prémes, csurapékból, melyeket halomra hánytak az első szobában. Amennyi csókot és kézcsókot ezektől kapott ma Fruzsina jó, hogy át nem lyukadt az arca vagy a keze. Hát, még a sok jó kívánat. Rangra ugyan nem volt egyforma a társaság, némelyik négy ficánkoló lovon jött, másik két rossz gebén, volt itt nagy úr, de falusi jegyző is, tanítók, leányzói és baroneszek, mezernyéről a báró Krakner kisasszonyai, de színre nézve egyformák voltak az érkezők, vörösek és fehérek, vagyis vörösre mart a csípős hideg minden ort és minden arcot, és fehérre meszelt minden bajuszt, hajat és szakált a zúzmara. Csak hogy mikor aztán Fruzsina mama nyájas szólamára, tessék, tessék bejjebb kerülni, édes lelkem, beléptek a bundaszobából a nagy zöld szobába, melyet két vaskos kájha fűtött kívülről, némely haj kiengedett, megfeketedett, némely arc kifehéredett, vagy rózsaszint váltott, másik a sárga szint vette fel, míg maradtak hajak és szakállak, melyek megtartották a fehér színeiket azon túl is. Úgy szólván egymás hátán talongtak a vendégek este felé, de azért igen jól érezték magukat, kivált a fiatalok. Egy almát nem lehetett volna elhajítani, ahogy szokás mondani, de egy gyújtó tekintetet most sokkal észrevétlenebbül lehetett kicserélni. Végre is kitehet arról, hogy Fruzsina mama télen született, éppen abban a hónapban, amelyben legkevesebbet beszélnek az asszonyok. A szükség nagy tanítómester és sok jó ember elfér együtt olyan forma pótigasság, mint a hiányos emberi tagok eltüntetésére vagy kidomborítására kitalált vatta és egyéb mesterséges töltelékek. Egy darabig elhiteti, hogy ez mind idom, de alapjában mégiscsak vatta. A szobákban beállott szorongás rendesen minden évben megszüli azt az indítványt, ha fagy van odakün, hogy ki a szabadba. A vendégek már tudják, és magukkal hozzák a fiatalok a korcsolyáikat. A kert alatt ott van a befagyott mamut szem, így hívják a tavat, óriás ezüst karika, melyen csodás élvezet siklani, odaállítják a partra cigányt, és a zene hangjainál foly mulatság, még csak be nem sötétedik, és megjelenik a hírnök, tessék vacsorálni jönni. Most is így volt. A fiatalokat kikergették az öregek, még a kártyaszoba, pedig az immunis hely sem védte meg Nosztiferit. Er egy kölcsém, jégre magyar, dirigálta palojtai. Ami kártya asztal elfér, adjuk át vistező öreg hölgyeknek és uraknak. A ferbli majd csak vacsora után jön, addig te még mennyasszonyt is találhatsz magadnak. Hát el is ment az új szolgabíró, és meglepte, elkápráztatta a tündéri kép, mely a mamut szemen elébe tárult a keresztül kasul sikamló fiatalság, a structollas tollas és virágos női kalapok színpompája. A sehol véget nem érő fehérségben, mint egy illanó, összefolyó és szétszakadozó virágerdő. Megállt a jégtábla szélén, és az összképben gyönyörködött, midőn látja, hogy egy mellette elrohanó hölgy elesett a felkarcolt szinte porzó tükörlapon. Oda sietett, és kezét nyújtotta, hogy fölemelje. Köszönöm, mondta a nőcske gépiesere, és csak akkor nézett lovagjára, mikor már fölkelt. Összerezzent, és egyszerre kék lett az arca. Minden vér elszállt abból, csak a fagy ereje maradt rajta, az pedig kék színű ad a vér nélkül. Feri is csak most ismerte fel, Tóth Mari volt. Nem ütötte meg magát? kérdé. Ó nem, rebekte és rezgetett. Egy kicsit meglazult a korcsója szíj, azért estem el. Megenged, hogy megigazítsam, Noszti Ferenc vagyok az új szolgabíró, mutatta be magát mosolyogva, akit most sokan szídnak. Még ki sem mondta egészen, s a lány még nem ért rá felelni, mikor, mint a villám, két korcsolyázó gavallér termett ott nyilván bizalmas emberei. Az egyik báró rakner, a mezernyén lakó nyugalmazott tábornok fia, már messziről kiabálta, így kell a kis gonosznak Isten büntetése, megszökött előlünk. A másik Sipos István volt a bontóvári fiatal törvényszéki elnök, csinos ember és nagy tréber. Azon felül pompás korcsolyázó, aki mielőtt megállt volna Mari előtt, egy művészi piruettet vágott ki, ami a korcsolyas porban olyan virtus, mint mikor a legszebb írású, hivatalnok kacskaringós, manupropriát vagy cirádát kanyarít ki a neve végén pont helyett. Maga is látta? kérdé Tóth Mari. Hogy nehéz -e? nem vak az ember, hogy a csillaghullás se vegye észre, úgy nézem megoldodott a korcsolyája abban a szempillanatban már le is kuporodott féltérdre ereszkedve, és igazgatni kezdte a szíjakat, mire az ehhez készülődő Nosti Ferenc szerényen félreállott. Szapristi duzzogott a kis báró, akit sovánsága miatt keszekbárónak neveztek a bakfis körökben. Mindig elszedi ez az ember előlem a legjobb falatokat, pedig én voltam itt az első egy lóhosszal, az enyém volna a korcsója megigazítás joga. Ne haragudj, kis báró, kérlelte kedélyesen az elnök. Inkább vegyük úgy, hogy a te nevedben igazítom fel a mari kisasszony korcsolyáját. Az nem megy. Dehogy nem. Ha a király nevében igazítom az emberek ügyeit, bajait, miért ne igazgathatnám a korcsolyákat Krakner báró nevében? Azért, mert én nem vagyok király. De akinek igazítom, az királyné, Ugyan-ugyan ugyan szégyenjék magukat, hát nem tudnak valami okosabbról beszélni. Feddette őket Mari, bár csak királyné volnék. Na, ugyan mit csinálnak? Nyomban fölmenteném mind a kettőjüket a szolgálattételtől. Vidáman mosolyogtak az évődésre, pedig volt benne egy kis komolyság is. A kisasszony olyan formán érezte, hogy az urak gyors megérkezése valami kellemes helyzetből zökkentette ki, de mindez csak zavarosan jelentkezett fejecskéjében. A feltűnő hasonlatosság lepte meg, de még azzal se volt tisztába, hogy valóságos hasonlatossága -e az, vagy csak emlékeztetés a somjói vadászra. És a hang is csodálatos, mintha a hang is az lenne. Meg lehet képzelődés, beteges érzékek, homályos álmok űznek vele csalfajátékot. Noszti Ferencnek az új szolgabírónak mondta magát a nosztiak nagyurak, templomok patrónusai, hatalmas középületek, romban heverő várfalak beszélnek róluk, a köztermekben felfüggesztett ősi arcképek, buzogányos, páncélos lovagok viselik ezt a nevet. S maga ez a Noszti Ferenc, mint a náluk megfordult vendégek elbeszéléseiből tudja, előkelő finnyás úrfi volt huszártiszt, a ravasz hatalmas képviselőnek a fia, mit keresett volna a pápai csizmadéják és mesterlegények közt bolondság ilyesmit elképzelni, és mégis sokért nem adta volna, ha csak egy percig hagyják még vele beszélni, csak még egyszer nézhette volna meg jól, csak még egy-két szavát hallhatta volna. Mindezek torlódtak össze fejében, és szívében nyilallott az a vágy, nem bírt tőle elszabadulni. De hasztalan, Vége volt, elmúlt, mint a füst, az érdekes idegen eltűnt a sok bámész tarkabarka úri nép közt, s tekintetével nem mertek utatni, nehogy a gavallérök észrevegyék, akik már az imént is szinte bántó módon szorították hátra, mintha bosszankodnának, amiért fölemelte, mintha valami olyanba ütötte volna az orrát, ami az övék. Ohó, drága uracskák, még nem vagyunk annyira! Kezét mérgesen ökölre szorította, de kivette volna ezt észre hiszen a keze a múfban volt. A két gavallér közrevette mindenik egy-egy karját fogva elvitték onnan. Sebesen repülve tova hármasban, mint a nyíl. Az volt a helyzet, hogy Tótné a két ifjúra bízta Marit. Mari pedig azzal pajkoskodott, hogy meg akar tőlük szökni, természetesen csak játékból. Egy ilyen megszökésnél esett le az imént, a két zsandár megfogta és erőszakkal utaztatta felésle a nagy jégmezőn. Csak mikor már elfáradtak, hagyták, hogy egy kicsit kifújja magát, és hogy ők egy kicsit udvarolhassanak. Mari azonban kedvetlenül felelgetett arra a tömérdek badarságra, amit az aranyi fiúság udvarlásnak nevez. Mindeniel oda mutatott, hogy most is meg akar szökni, de most már talán nem egészen játékból. A két zsandár minden mozdulatát, minden tekintetét leste. A tekintetének pedig nem bírt parancsolni, hogy ne kutasson valahányszor a tónak a kastélykert mögötti széléhez élt, ahol a vendégurak és hölgyek parasztmenyecskék suhancok nézték a festői látványt. – Keres valakit? – kérdé a gyanokodó Krakner. – Azt hiszem – felelte gépiesen. – Hogyan maga nem tudja, ha valakit keres, hogy bizonyosan keresie? – A mamát nézem – dadogta zavarral. A mamát? Hiszen a mama bent ül a meleg mellett, és azt mondott, hogy semmi szín alatt sem jön ki. Azért bízta ránk magát, hogy őrizzük. Akkor legalább mulattassanak. Hiszen mulattatnánk mi, de ha nem akar mulatti. Az csak annak a jele, hogy nem nagyon találékonyak, és hogy én meg már nagyon fáradt vagyok. Ohó, van egy ötletem, kiáltott fel a báró. Várjanak egy kicsit. Nagy iramodással átrepült a túlsó partra, ahol Grakner báróné üldögélt, egy számára kihozott öreg karszékben, az iringázó leányait tartva szemügyjel. Kelj fel, mama, add a székedet, mondta a bárónőnek. Minek az neked? kérdi a tábornokvé, a lornyettjén nézze meg a fiút. Kell a karrieremhez, felelte nyeglén a fiatal úr. Erre fiú, mindig áldozatokat kívánsz tőlem, és ezzel felkelt. Artúr pedig megfogta a karszéket, és mint valami pejhet hajtotta maga előtt, még csak oda nem ért Marihoz. Üljön bele, kisasszony, ha fáradt. Voltunk eddig lovagok, leszünk ezután lovag tolni fogjuk. Hát nem jó ötlet ez tőlem? Mari beleilleszkedett a karszékbe, a két udvarló pedig belefogódzott hátul, és mint a szánkócokás csúsztatta maga előtt, hol lassan, hol sebesen. Amint parancsolva volt, bíztatva egymást, Gyi, lámpás, ráró. Közben még beszélgetni is lehetett. Hallotta-e, hogy nagy főispáni bál lesz a farsangon? Újságolt báró. Á, ah, mondta Tóth Mari unottan. Mégpedig kettő is, sietett jól értesültségét bizonyítani a báró is. Egy úgynevezett általános bál, melyre meg lesz hívva minden jobb család a megyében, tudja egy aféle jó kabátok bálja, a másik pedig egy szűkebb körű, melyre csak az arisztokratikusabb családok kapnak meghívót. Ez lesz az igazi. erre elmegyünk. Lábnak patikárius Pestről, gyomornak Zacher Bécsből. Ott úgy látszik olyanok lesznek, akiknek csak lábuk és gyomruk van. Ha-ha-ha, kacagott a kisbáró, magam a ballábbal kelt fel szép kisasszony, és szápriszci az epécskéjét rajtunk az arisztokrácián tölti ki. Nagyon kedves. A fő már meg is érkezett tegnap előtt, egészíték ki a legfrissebb híreket Sipos István. Nagy fogadtatás volt a vasútnál. Szép asszony, kérdé a bárócska. Láttad? Átkozott túl szép. A nosztiak mind szépek, keskeny lábaik és piciny füleik vannak. Úgy, a fő is tehát noszti lány? Kérdei Mari. Noszti Vilma. Úgy gondolom egyetlen lány, mondotta Mari, pedig tudta, hogy egy fivére van. De hogy egy fivére is van az új szolgabíró, noszti Ferenc. Miféle ember? Nem valami jó firma, jegyezte meg az elnök. Melyikük ismeri? Egyikük se jelentkezett. Pedig itt van a társaságban Palótaiéknál. Melyik az? Érdeklődött Krakner. Én nem fogom megmutatni, majd kitalálhatja a keskeny lábáról és a kicsiny füleiről, melyek a nosztiék tulajdonát képezik. Magának nagyon rossz nyelve van, kisasszony. Nekem miért? Mert ezzel körülbelül mindazt elsorolta, amivel még bírnak a nosztiak. Tönkre mentek? Valami háromszáz holdja van még az öregnek, de tele az adóssággal, és az is haszonbérbe van adva tizenkét évre. Hopp, tisztelt lovak, kiáltott fel most Mari élénken. Álljunk meg, azaz forduljunk jobbra, ott valami történik. Csak ugyan tartsunk arra. Bizott csata volt. A palojtaiek vendégei, akiknek nem volt korcsolyájuk, hanem csak nézni jöttek a fiatalságot, apránként megunták magukat, mint a Mátyás hadai a Duna Dunajegén. Ebben a nagy semmit tevésben, üres locsogásban valamelyik pajzán menyecske, ha jól tudom, a csintalan Pataki Istvánné, egy hógomolyát gyúrt és megdobta vele a viceispánt, aki fiatal korában udvarolt neki, mire az alispán, mint udvarjas gavallérember, hasonlóan egy hógolyóval visszadobta a szép asszonyt. Hiszen csak felelni is kell az ilyenre, és végre csupa tréfa az egész. A vice azonban noha ma van először úri társaságban, mióta rágányosik mulatsága a javatta, megmarta erre az zöld szörnyeteg és szemet szemért, ha férjem uram úgy tesz, eburafakó ő sincs fából. Nosza, hamar ő is gyúrt egy hógalacint és a daliás Ulrik János főcsendbiztost szemelte ki incselkedése tárgyául. Lett nagy nevetés ezekre a jelképes udvarlásokra és utcú neki egy bolond százat csinál, az egész társaság elkezdte egymást hólabdákkal paskolni. Mint a ragadós nyavaja elharapódzott boldogra, boldogtalanra, keresztül kasul, össze-vissza röpködtek a hólabdák, mint fehér galambok szállnának, kergetőznének, és egymást kereszteznék a levegőben, valóságos konfetti játék kerekedett ki belőle, ám bár annak akkor még hírét sem hallották Bontó megyében. Sikongatás, panasz, vidámság, kacaj nyomában, a kezük beledermett a toalettek, nagyedvesedtek, némelyiknek a szemébe csapódott a hógalacsincs, tele lett még az ingaléria is hópiével, de mindegy, azért ők mégis jól mulattak. Kisvártatva Marit is odaszállították lovagjai, lecsatolta korcsolyáját és elvegyült a csintalankodók közt. Szerette volna lerázni a két gavallért, de azok sehogy sem akartak elmaradni, és ha egy kicsit odább mentek is, csak azért tették, hogy megdobálják. Ámorma letette tegzét, és másszer számhoz nyúlt. Innen onnan is jött egy, -egy löveg, amely neki szólt. Egyszerre aztán, amikor azt hitte, hogy nem figyelik, ő is kihúzta kezét a nyakán lógó és lehajolt, hogy golyóbb is csináljon. Lopva indította el szemeit megkeresni a fiatal szolgabírót, éppen az alispánnal beszélgetett. Már-már meglóbázta kezét, mikor az az ötletet támadt, hogy odaállt a kövér rajcsányi háta mögé, s onnan védett helyről követi el a rettenetes merényletet. Feje zúgott, szíve hangosan dobogott, még egyre hajtogatta magában a macska fél, de én nem félek. Végre aztán csak ugyan elhajította a labdáját, és rémülten pillantott oda, hogy mi történt. Hát bizony, szerencsésen a Noszti Feri mellé talán éppen a szívetáján. ki kihitte volna, hogy olyan jól tud célozni. Noszti elmosolyodott, leverte mellényéről a havat, és tovább folytatta a beszélgetést az alispánnal, mintha semmi se történt volna. Ó, Istenem, milyen borzasztóak a férfiak! Mari aztán úgy elszomorodott ettől, hogy bekísértette magát a két ugrifüles által a házba, és ott leült a mamája mellé. Megterhelt lelki hogy megint több titka, több bűne van egyel. Pedig nem tett valami nagyon rosszat, hiszen a többiek is mindig viháncoltak, bolondoztak. Igaz, hogy ismeretlen embert dobott meg, de hát a többi lányok is elkövettek efféle pajkosságukat. Legfeljebb illetlenség, amit csinált. Sőt, az se, mert ezzel vélte megköszönni, hogy az új szolgabíró fölsegítette, mikor leesett. Aztán nem vette észre senki. Ő sem. Nem is hederített rá, Látszik komoly ember, pedáns, hatósági közeg szolgabíró, akihez instanciával kell járulni, és nem hógolyókkal. De ha látták volna is, hát mi volna benne? A golyó el is tévedhetett. Érhette volna a szolgabírót arra az esetre is, ha valaki másnak van szánva, ha például a vice ispánt akarta volna eltalálni. Ilyen mindenféle mentségeket talált, és amint ezek már teljesen megnyugtatták, akkor vette észre, hogy voltak éppen nem mentségeket keresett, valami mást, amit nem talált meg. Ez alatt gyorsan lehanyatlott a nap, de mit is tényferegne fenn sokáig, mikor úgyis csak a fele napszámját végzi, nem melegít, pusztán világít, és azt is csak kedvetlenül. A gyertyák és lámpák kigyúltak bent, az estével a szél is felkelt, és belevegyítette dúdolását a pecsenyék sistergésébe, a palojtai portán. A vendégek lassanként besereglettek a szobákba, és mint ahogy a teremtéskor szétválasztottak bölcsen a vízek a szárazföldtől, Fruzsino mama is különkergette az ifjúságot az öregektől, hogy ne lássák az egymás gyengéit. Ezek maradtak plegykázni és disputálni a eső szobákban, Amazok pedig bevonultak, hogy tetsziket játszani jobbra, míg a közbüleső pajtányi ebédlőben nagy tányér csörömpöléssel idegtek forogtak, tatárarcú tenyeres talpas szolgálók, rakván egymás mellé a terítékeket, ahogy a tekintetes asszony megparancsolta, jó sűrűn. Feri nem csatlakozott az ifjúsághoz, pedig tudta, hogy Mari köztük van. Tudott az idegeinek parancsolni, hiszen elsőrendű játékos volt, és most jutott élete legérdekfeszítőbb játszmájához. Összes érzékei, tehetségei meghatványozottak, még a lábujjaival is gondolkozott, ahogy a nagy mondják. A Ferbli két nagy regulája vezette. Az egyik el nem árulni tudni az arccal, hogy milyen blatt van a kézben. A másik elévülhetetlen regula, hogy a Ferblit két kártyából kell megjátszani, vagyis addig még nincs minden kártya kiosztva. A játék csak odáig ér valamit, a többi már bamba szerencse. A két első kártyából szóval blindre kóstáltatni vagy javítani, ha az ember sokat akar behúzni. Javítani vélt hát a helyzeten, ha visszatartja magát, s nem közeledik szembeszökő módon a lányhoz. Sokkal hazárdabb volt, hogy sem mindjárt a zsinór után nyúljon. A taktika adja meg a győzelmek borsát, savát, a katona is, a játékos is taktikával dolgozik. Ez az igazi ehhez tartotta magát. A fiatalok közt különben sem voltak ismerősei, úgyhogy egyelőre csak alárendelt szerepet játszhatott volna Mari jelenlétében, rosszul öltözött vidéki bajmok és falusi bakfisek között, akikkel nem lehetett egyébről társalogni, mint jelentéktelen helyi eseményekről. Hogy Kraknerék feldöltek a múlt héten a szánkóval, és Matild baronesnek az a szép kék blúza és csipkedudorokkal tönkrement, úgyhogy hogy föl sem veheti többé, hogy a szeles rápoltiné kiejtette tegnap a bölcsőből a kisgyerekét, azért nem jöhetett ma, mert a baba beteg lett, és alig, hanem rámegy a szegény kis lélek. Feri inkább kün maradt az asszonyok közt katonahistóriákkal mulattatta a és környezetét a századokat. A gúnyoros fincsa asszony nevezte el így, mint hogy a házi asszony körül a legidősebb hölgyek. Egykori leány ismerősei sorakoztak, de ott legyeskedett a dévaj öregúr, úr, Podvolszki gróf is, csizmáján hegyként recsegett a talp, mert csikorgósra varratta még most is, s gavallérosan pengett a sarkantyú. A gróf csupa vidámság, csupa derű volt, bár már túl lehetett a hetvenen. Falun akadnak még ilyen életerős öreg a feje fehér volt, mint a friss hó, az arca piros, mint a rózsa, s a beszéde csintalan, hegykélkedő, nagyzoló, mint valami kvietált huszárőrmesteré olyan helyen, ahol elvetheti a súlykot. Hát te, öcsém, miért nem hordod el innen az írhádat? Zsörtölödött a gazda felivel. Mi tud valósz a feleségemnek? más be a lányokhoz! Nem lehet, kedves bátyám, nem illenék, hiszen én most voltaképpen nászúton vagyok az új hivatalommal. Ördökkel neked nem hivatal, de ha kellene se manipulálj elhasznált bélyegekkel. Ezt a gonosz célzást elértette Kaprinci Balázsné, és fölvette a kesztyűt az érettebb női nem nevében. Mi is voltunk nyílóvirágok, valamikor a komámúram se volt fogatlan farkas, mint most, de ha hervadtak vagyunk is már azért ez bizony nem érdemeltünk, mert az elszáradt levendulának is van illata, forgós teremtette és az öreg pemete fű is jó orvosság az olyan krákogó öreg salabakternek, mint a komán? Hiszen éppen azért mondom, nevetett palojtai, mert Noszti öcsém még nem krákogó salabakter. Noszti? Rikkantott bele Podvolszki gróf. Ho, 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 Noszti, melyik Noszti? Mert annyi Nosztival, mint ahány tarka kutya a világon. Az öreg gróf roppant örömet tudott mutatni, ha valami új ismerősre bukkant, ami nem csoda, mert ritkán esett meg vele, ismervén már az egész világot. Birtokát még jóformán, mint fiatalember vitalíciumba adta, és azóta, mint vendég vagy utas csavarog a föltekén. Egy nap Káiróban van, a jövő héten Disznótoron valami magyar faluban, ahonnan a következő nap elutazik Monakóba, és felteszi a grupénél a mindennapi napóleonját, egyformán fütyörészve és vérecsapott kalappal ballagván haza esténként a kaszinóból, akár nyert, akár vesztett. Noszti Ferenc vagyok felelte Feri, elnyelve a bosszúságot, hogy a nosztiakról olyan félvárról szólott. Ferenc, én is Ferenc, te is Ferenc, a császár is Ferenc, mit tudom én abból, melyik malac kiökre? Mindezt szeretetre véltó bonómiával mondta, testének minden izma is porcikája mozgott, a szemei hamiskásan nevettek, a homloka ragyogott, a szája szélesre szétnyílt, és a tömött bajusz a szálanként élni és ingerkedni látszott. Feri elképedve nézett rá, mintha sértené a szó, de enyhíté a kedves ennivaló mórikálás hozzá. Gondolkozott, hogy mit feleljen, de nem is kellett. Fruzsina mama mondta helyette. Palinak követünknek a fia. Szervusz, öcsém, agyagos! Kiállta erre kitörő lelkesedéssel, mind a két kezét barátságosan, bensőségesen megrázva. Ha, hő, folytatá ezután elábrándozva is a nyelvével csettentve. Hogy de szép fehér teste volt az anyádnak! Noszti Ferenc minden vére fejébe tolult, első gondolata az volt, hogy felugrik és arcul üti a tisztes hajú aggastján, de az olyan ártatlanul nézett le rá, mint egy gyermek. Szép kék szemei szinte ugráltak az örömtől, a hangja csengett, bongott az elevenségtől és a kandallóban, és azon mód szerint pittektek, pattogtak, játszadoztak a tűzszikrák, mintha az ő szavait kísérnék és vele együtt pajkoskodnának. És honnan tudja azt maga? kérdi a fiatalember tompa hangon. Olyan sötét nehéz volt minden szava, mint egy felhő, melyben villám lakik. Mindenki érezte a helyzet kínos voltát, és szorongva elsápadva várták a kitörést. A fiatalember melle hullámosan emelkedni kezdett, orszimpái lüktettek, oly csend lett, mint a kriptában, csak a szívek dobogását lehetett hallani. Na, honnan tudja? Mindenki érezte a puskaporral telített hangból a készülődő robbanást, csak maga az öreg úr nem. – Hogy honnan? – pattant fel kedélyesen, hautázva, nagy kedvteléssel ringatván magát a csípőt. – Na nézd csak, hiszen egy hajszál híja vagy annyi se, hogy nem én vagyok az édesapád, ebugatta és ebatta. A vér lassanként szökött vissza a fejéből, most már megfordítva a halotti sápadság borította el arcát, hogy remegő kezeinek munkát adjon egy cigarettát a jobb kezével, miközben a ballal bajuszát morzsolta tépegette nagy izgatottan. Mindenki feléje fordult, mit fog tenni. Az emberek összenéztek, mintha mondanák, ez mégis roppant tapintatlanság az öregtől, szegény fiatalember, hogy háborog, hogy küzd magával, kény és egy helyzetben van. No, mit morogsz, hékás, miért nem szólsz? Piszkálta kedves kötekedéssel Podvolszki, a sarkantyúit összeütve. Azon gondolkodom, felelte Noszti epés humorral a szemölgyeit felhúzva, hogy apagyilkos legyek-e ezentúl, vagy pedig ne legyek gentleman. Bravo, bravo, kitört a derültség és a taps mindenünnen, az egész társaság mindegy lidérsz nyomástól szabadult. A századok összedugták a fejeiket és úgy dicsérték, szellemesen felelt meg, kedves fiatalember, egy püspök se felelhetett volna még bölcsebben ennek a Podvolszkinak, ennek a bolondos öreg gyereknek, akinek minden szabad. Mert ha valami vitézi pózba vágja magát, nevetségesé válik, ha pedig rá se az öreg gróf csacsogásaira, cinikus hírbe keveredik. Szóval vagy krakéler lett volna, vagy cinikus, így azonban pompásan ütött ki, apa gyilkos se lett, és megmaradt mégis gentleman. Hiába no, sokat tesz a finom nevelés. Még Tótné is oda jött, ahol egy gyűrűben vették kerül Ferit az öregasszonyok, magyarázván neki a podvolszki csintalan szabad szájúságát, bizony isten csodája, hogy meg be nem verték eddig a fejét. Ha már eddig be nem verték, ezután már könnyebben elkerüli, vélte az öreg paloitai. Ne add magad, öreg Ferkó! Nem is hagyta az magát, sőt, csak most kezdte megmagyarázni, miképp értette a dolgot. Hát úgy történt, hogy az öreg labikán főispán volt akkoriban, mikor én fiatal ember voltam. Felmegyek a megyeházára, az előszobájába, hát ott találom azt a tacskót, Noszti Palit, akkor megyei aljegyző volt, és még egy csomó ügyes bajost. Azt kérdi, mi járatban vagyok. Mondom, neki egy kis beszéden volna a főispánnal. Most az alispán van bent, meséli, utána majd én jönnék, de szívesen engedem át a helyemet. Megköszöntem neki, és körülbelül így szóltam. Félek, hogy soká várakoztatnálok, mert azt hiszem, hosszabban veszem igénybe idejét, remélem, te nem sokáig beszélsz be. Ó, semmi esetre sem, felelte. Micsoda ügyben mégysz be? Bagat el, mondá. Mindössze megkérdezek tőle valamit. Akkor hát eredjbe előbb te, nekem az kényelmesebb. Be is ment a lurkó, és örömtől sugárzó arccal lépett ki egy pár perc múlva. Közvetlen utána a főispán elé járulok, és ünnepélyesen megkérem tőle a lánya kezét, természetesen a nagyobbikét, mert a kisebbik tatár a mostani homlódiné még a bábuival játszott. A főispán fölsziszent meglepetésében is bosszusan csóválta a fejét. Ejnye, ejnye, elkéstél, Ferkó öcsém, éppen most ígértem oda Nosztipalinak a lányomat, hogy nem tudtál tíz perccel elébb jönni. Hát tudtam volna, bizé, sőt, maga Noszti ajánlotta fel, hogy menjek be előbb, és ha szót fogadok neki, most akkor az én fiam volna ez a fattyú. És édes szeretettel, szinte büszkeséggel felette a szemét Deli alakján. Nem is volna rossz, jegyzé meg Tótné asszony, szokása szerint összecsucsorítva a száját, ha beszélt. Most már kész szolgabíró fia volna a grófurnak. Csak hogy ahhoz nyilván még hozzászólt volna a labikán, kisasszony is kötegedett azzal öreggel Nos, Nosztipál különblegény voltám akkor, mint te. Ritka szép ember lehetett, erősítette Tótné. Megvan az arcképe, gondolom abból az időből, mikor először választották követnek, mentében kardosan kócsagos kalpaggal, mint valami mesebeli király. Ott függ a vizitszobában, vagy talán nem is a vizitszobában. Hogy bomlik, mohosodik az emberese, szomorú az. Na bizony elfelejtettem, hogy hol van felakasztva. Persze 14 szoba nem győzi az ember részben tartani. És mennyi tömérdek takarítás jár azzal. Ó, Istenem, Istenem, minek is élünk. Talán csak azért, hogy a szekrényeket törölgessük. De bizony Isten, alig hanem a kasznárunk lakásában lóg a kép. Egyszerre derültebb, világosabb lett a szoba, s üdébb a levegője, mintha édes tavaszi áram lopoznék be az ablakon, pedig hát nem lehet, hiszen téli este van, és az ablaktáblák be vannak téve. Nem a tavasz jött, hanem Tóth Mari szaladt be a mamájához, annak a súhogó szoknyái csinálták azt a langyos csiklandozó szelet, mely a tavasz bűbájának adja ki magát. Bár háttalált az ajtónak tótné, tűnődve, hogy hol is van voltak éppen a noszti arckép, mégis megérezte a lánya közelgését, legott hátra fordult. Mi bajod, báránykám? Nekem semmi, hanem a szoknyám kiszakadt a ráncaiból, igazítsa meg a ma... de van-e gombostűje? No, az volna szép, ha nem lenne, mikor apádnak ezer részvénye van a gombostű gombostűfabrikában, vagyis talán Devonportban van az a és ha jól emlékszem, nem gombostűket készít, hanem cérnát. Nem tudom, mama. Na, nem tesz semmit. Hogy is mondta, csak boldogult keresztapád olyankor, ha valamit nem tudott. Borzasztó az, hogy most már mindent elfelejtek, így most már rendben van a ruhát, föl nem foghatom, hogyan szakadhatott ki. Talán valami szögben vagy pedig rájut valaki, és te hirtelen fölkeltél. Kétségtelenül vagy az egyik, vagy a másik. Ám bátor, bizonyosan lehetnek még többféle esetek, csak az eszünkbe nem jutnak. De Nini, nem tudod, fiam, éppen arról beszéltünk, hogy a Noszti képe melyik szobánkban van. Amelyikbe visszük, mamácska, mert egy poháron van kifestve. Igaz, persze, egy poháron. Hogy is tévedhettem annyira? Sopánkodott egyenesen Ferihez intézve a szót. Mind mellett kegyelettel őrizzük atya úr portréját. Én valóban csinos ember volt, ám bár nincs szerencsém személyesen ismeri, legalább van nem, mert nem lehetetlen egyébként, hogy láttam is valahol. De ne szaladj úgy, kérlek, leányom, Mari, Noszti Ferenc új szolgabíránk. Ugye már nagy lányom van szolgabíró úr? Mari gyöngén elpirult, és egyetlen mozdulatra volt képes, Feri meghajtotta magát, volt már szerencsém találkozni a kisasszonynal, mondá, csak azt nem tudtam, hogy a nagyságosasszony asszony leánya. Ó, és hol? A jégen. Szeretem, hogy rám ismert. Vette fel a szót, tót Mari folytott reszketek hangot. Így legalább meg is köszönhetem, hogy segítségemre volt. Miféle segítségedre? Kottyant bele tótni? Elestem, mama. Ó, te szerencsétlen gyermek, és ezt meg sem mondod nekem. Mutasd hamar, hol ütötted meg magadat? Istenem, Istenem, sehol sem, mama, nem fáj semmim. De Tótné mégis megrémült, és a kezeit kezdte tördelni. Mit tudott te azt? Ó, oh, hogy is küldhettelek egyedül? Mit mondjak az apádnak, ha megtudja? Ugyan, ugyan legyen ez édes Tótné! csillapított a kaprinciné, hiszen hallod, hogy semmi se fáj, mit akarsz egyebet? Hogy semmi e se fáj, vágott közbe Tótné, aki csökönyös volt, ha valami irányban megindult. Az semmit sem bizonyít, édesem. Hányszor van az, hogy valaki fájdalmat érez, pedig voltak éppen semmi e se fáj. És az orvos azt mondja, maga egyszerű hipochonder, menje haza, ne gondoljon a betegségére többet, mely csak az idegek csalók a játéka. Nálunk New Yorkban éppen a tőszomszédságunkban lakott egy előkelő özvegyasszony, Mrs. Schmidt, aki azt érezte, hogy béka van a gyomrában, és minden nap elájult kétszer-háromszor a béka alkalmatlankodásaitól. Ő magas, mit hogy azt állította, hogy kiskorában itta meg a békát, és az ott nőtt meg a gyomrában valami ilyet állított. De megállt csak lelkem, mit is mondta? Na most jut eszembe, hogy voltak éppen egér volt a gyomrában, és ez megzavar most, mert most már persze, ha agyanütnek se tudom, mit mondott, miképpen került bele az egér, mint hogy azt természetesen be nem vehette vízbe, mint hogy bevehette volna a kis békát. Nem emlékszel, Marikám, hogy mit mondott? Na, erre egy gajó, tudod te jól, csak nem akarsz rajtam segíteni. Ilyenek ezek a gonosz gyerekek, ha megnőnek, kinevetnek bennünket. Elég az hozzá, bent érezte az egeret, és vált egy hogy mardossa is harapja. A doktor persze levette az egészet, mert az egér históriában egy percig se hitt. Alkalmasin nem Mrs. Schmidt, hanem az egér miatt, mert az egér szívesebben húzódik meg egy hombárban, vagy egy ócska padlásszobában, mint a Mrs. Schmidt gyomrában, bármennyire előkelő és tiszteletre méltó hely légyen, az különben, mert a Lady egy tábornoknak volt az özvegye. A doktor ennél fogva egy egeret fogatott valahol, és úgy tett, mintha belőle űzné ki, valamely hókuszpókuszokkal, pedig az ő alul szaladt ki a kis egérki a kellő pillanatban, amiben aztán meg is nyugodott az asszony, és semmiféle marást vagy harapást nem érzett belső részeiben ezentúl. Jó, jó, jegyezte meg Frugina mama, de miköze ennek a mari eleséséhez kedves Tótné? Éppen ez az... Végezte be Tótné. Hogyha lehetnek fájdalmak, amelyekhez nincsenek betegségi okok, viszont lehetnek betegségi okok, melyekhez nincsenek fájdalmak. Ma már annyi mindenféle betegség van, hogy megbolondul bele az ember, ha rájuk gondol. Nem csodálom, elegyedik közbe paloitai. hogy annyi a képzelt betegség, mikor ezeknek olyan jó termőföldjük van, mint a szülők fantáziája. Ne hallgass anyádra, marihúgom, sét, menekülj, mert még látleletet talál követelni a megütött helyekről, s erre magam is vállalkoznám mint a héja hirtelen csapott lá, Fuzsina mama. Ejje, Pista, mikor nő már a fejed lágya, hogy nem szégyenled magad megperíteni ezt a szegény gyermeket az ízetlen durva ötleteiddel. Palojtai erre a szájára ütött, behúzta a fejét engedelmesen a vállai közé, s látván, hogy tótmari Mari fut el onnal, mint az elriasztott őzike, egy fürge mozdulattal áthajult a felesége feje fölött a tükör alatti márványasztalhoz, melyben egy cserében kinyílt kamélia piroslott, egy bimbó és egy rózsa kandikáltak ki a húsos levelek közül, a figyelmes podvolsz kihozta a fruzsina mamának. Nosza leszakította nagy a rózsát, és intett a szemölgyeivel Nosztinak. Szaladj csak utána, kérlek, és add át a nevemben, Engesztelt ki, én magam most már nem merek a szeme elé kerülni.